Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. 6 óra múlt 12 perccel jó reggelt. Kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello Feri, jó reggelt. Hello. Hát igen. Szia Jani. Kezdek én is. Hello. Kezdem én is feladni gyerekek egyéb a harcot. Hallom. Még egyelőre bírom, de. Tehát bármi lehet. Most már Viki antibiotikumon. Gyerek éjszaka nagyon köhögött. Erre beszélj majd egy pár mondatot, hogy hogy lesz a vírusból bakteriális, és egyáltalán ez nem influenza gyerekek, ez valami sokkal gyilkosabb. Itt most már mindenkinek antibiotikumot írnak föl, és mindenki beteg. De tehát egyből azzal kezdi most már az orvos, hogy antibiotikum, puf? Nem, a Beninek is azt mondták, hogy vírus, aztán elindult, és most már annyira köhögő, rámegy a hörgőire, az viszont már bakteriális, úgy néz ki antibiotikum. Ezek nem voltak ilyenek régen. De nem lehet, hogy az influenzát elkapod, és utána abból lesz szövődmény, átalakul? Hát valószínű, hogy valami ilyesmi, de ez valami gyilkos, ami van. Ez egy mutáns faj. Ez valami mutáns faj, hát ilyen komoly megbetegedések, nem tudom, hogy voltak-e régen, de hogy mindenki beteg. Ez valami elképesztő. Minden éve ijeszgetnek, de ez horror. Feküdtünk mi is lázzal annak idején, de én sem emlékszem, hogy ennyire. De ez horror. Végig csapott volna mindenkin, óvodában óvónénik kidőlve, gyerekek kidőlve, úgyhogy nálunk is ugyanez van, mi még megúsztuk, le is kopogom, mert nálunk egyelőre senki nem beteg, de ez, hogy most már te is, akkor mi van az én elméletemben, hogy a családban egyben megtartani kell a frontot? Hát legalább váltottan kéne betegnek lennie. Most nálunk ez van, tehát hogy hárman betegek, most én még tartom magam, én most egy picit náthás vagyok, de beteg nem, lázas nem, köhögni nem, remélem nem megy tovább a dolog. Szóval még így állom a sarat. De... Azért vágjál be ezt a fotanna. Hát gyerekek, sanszos. Én tegnap beszéltem a Janival este 4:10 körül, sanszos, hogy ő nincs még ezen a héten, legalábbis ami a hangja volt tegnap, tehát mint egy ilyen rongyot beletömtek volna az órába, durvább, mint az enyém. Viszont otthon nálunk mindenki tüsszög, köhög. Ne menj haza. Az lesz. Költözd be ide a stúdióba, vagy költözd be a kis szerkesztőinkbe, és akkor nem kaphatod el. Az lesz. Viki is nagyon beteg, úgyhogy Beni egész éjjel köhögött. Én valamilyen szirupal itattuk, hogy szegényként egy kicsit jobban legyen, de hát ez gyilkos kor. Legalább nem tudom, van ember, akinek ellen tud állni. Ja, nem, nincs szerintem. Itt hiába jössz vitaminnal, meg... Pedig én aztán tolom. Tehát most már én ilyen 3 gram C-vitaminokat eszem. Aha, és még amit hozzá? Tehát 3000 milligram. Orban. Orban, az egyből hat. Egy elefánt csíkot szívok föl. Akarom mondani, tegnap hozott a béka egy C-vitamin készítményt, van benne azt hiszem csipkebogyó, és arra az van írva, 1000 milligrammos, hogy napi egyet szabad bevenni. Most akkor hova menjek? Most merre szaladjak? Azt mondta, ajánlott vitamin, úgy van, föl van bontva, hogy C-vitamin, meg csipkebogyó. 1000 mg a C-vitamin, kis csillag, oda van írva, hogy napi ajánlott felnőtt bevitel, igen. A csipkebogyóra meg az, hogy abból annyit teszel, amennyit akarsz, amennyit találsz a mezőn. Hát de mindegyikre rá van írva egy dózis. Na de 1000 mg, te meg eszel 3000-et, hát lehet, hogy azért vagy beteg. Én 2-3 000-et megkajálok, de én tiszta aszkorbinsavat, tehát én nem variálom nagyon. A csipkebogyó azért szokott mellette lenni, mert elvileg jobban felszívódik, tehát hogy felismeri a szervezet, a szerves, és akkor ott egy kicsit jobban felszívódik. De... Csak már nem tudom, akkor merre menjek, mert itt már mi átbeszéltük háromszor, hogy nem 1000-et kell venni, hanem nyugodtan lehet többet, ez az írja, hogy csak 1000-et lehet bevenni. Én nem tudom. Én nem tudom, mi van, de gyerekek, én komolyan mondom, úgy gondolom, hogy gyerekkorban ennyire nem volt gyilkos. Tehát, hogy mindenkit ilyen szinten döntsön le, gyerekek, felnőttek, idősek, és ugye oltatod magad, aztán kiderül, hogy nem jó az oltás. Hát most mi egyik? Nem jó az oltás. Én oltás ellenes vagyok, abszolút. Mi se oltatunk nagyon ebben az évben. Bennünket most még elkerült. Legalábbis influenza oltás ellenes, rettenetesen is. Aki tudok, lebeszélek a környezetemben, aki nem veszélyeztetett, tehát mondjuk nem idős, vagy nem tudom, akinek valóban megterheli a szervezetét. Tehát én azt mondom, hogy esély túl 3 nap szörnyű, mint hogy mindenféle szart magadba toljál. Egyébként aztán meg lenyilatkozzák, hogy hát igen, ez már egy másik törzs, mutálódott. Valahol ott Soroksár környékén fejet váltott a vírus. Elfordult jobbra-balra. Elfordult egyet jobbra, és nem Y alakban támadt, hanem Z alakban, és így viszont már a beoltott oltóanyag nem annyira jó. De ez lehet, kicsit fölösleges, viszont
ott azért nem olcsó. Nem lehet, hogy pont azért lett ilyen a vírus, mert ő érzi, hogy mi támadunk. Ellentámadásba lendültünk az oltásokkal, és azt mondja, hogy azt igen, szórakoztam. Szórakoztam, akkor figyelj, na most de most figyeljetek, puff, és kész, és leteríti az egész emberiséget. Igen, valószínű ez van, ezek így mutálódnak. Úgyhogy nem, semmiképpen nem oltatok, nem. Na jobbulást. De Afrikában mentünk, úgy fájt, hogy be kellett oltatnom magam. Igen, de ott viszont nem lehetett másképp menni. Ültem, és szabadkönyves összeelméletekkel fárasztottam az oltatókit, hogy na persze, mit tesztek ebbe az oltóanyagba? Követő szérum. Megjelöltek csippel. Mutassátok az oltóanyagot, rosszul voltam. Tehát, hogy így én nem nagyon találkozom egészséges emberrel, az a helyzet. Nyilván, ahol gyerek van, az még frekventáltabb, hiszen hazahozza az óvodából, de nálunk az óvónők, a gyerekek, mindenki beteg. Hát mi van itt? Milyen nem tud ellenállni a szervezet már ennek? Ennyire durván mutálódnak? Hát 10 év múlva mi lesz, emberek? Mint a spagyolnáthában, majd a világ egyharmada kihal az influenzától? Hát ez nagyon kemény. Bármivel most már nincs ellenszer, végig fog söpörni az emberiségen. Há, igen. Nagyon rossz. Na, jön a Putyin, gyerekek, hát itt van a Putyin, és megint egy csomó kérdés Putyinnal kapcsolatban. Hát például az, hogy már megint miért nem tudok parkolni a felüljáró alatt, ugye, azt már múltkor Angélánál kifejtettem, hogy higgyel, tisztel rendőrség, nem fogom kilőni a Putyin úr autóját, ennek nem, egyetlen egy engedjék oka meg, hogy parkoljál. Igen, egyetlen egy oka van, tönkre menne az én autóm. Tehát, hogy érted? De nem lehet az, hogy beteszel egy bombát a kocsitba. Nyilván nem így van a nézés, de már tegnap reggel se lehetett parkolni, csak a környező utcákban, hogyha valaki. Tehát, hogy tényleg az lenne, vagy ez egy reális veszély arra vonatkozólag, hogy egyrészt. Hát ez a protokoll inkább, igen. Úgy mondom. Tehát, hogy igen, hogy elvontatják az autókat, miért vontatják az autókat, ne legyen robbanóanyag például az autóban. Tehát ki tudják szűrni azt, hogy a konvoj elmegy, ne tudjál ott egy piros gombot megnyomni, és rárobbantani egy, nem tudom, egy kettes golfra, amiben beraktál nem tudom mennyi. Na jó, de azt sem tudjuk, hogy plutóniumot, vörös higanyt, és nem tudom mit. Nem tudod az útvonalat. Igen, tehát most megint az van, mint a Merkelnél, hogy le fognak zárni, és sőt, szerintem még inkább. Akkor a nagy, büdös nagy kamu felhajtás ez az egész egyébként. Aki nem? Ki akarja nyírni, biztos nyilván nem tudom, hogy van-e ilyen ember most itt Magyarországon, de hogy akkor ő eltesz 80 bombát. Ez olyan, mint hogy nem tudom, egy tüzelő szukakutya. Egy tüzelő szuka, most hülye hasonlat lesz, egy tüzelő szuka kutya bemegy egy kennelbe, ahol van mondjuk 100 ivarérett, nagyon durva, mit tudom én, kiéhezett kan kutya. Tehát az összes politikus ilyen nagy felhajtással ellátott látogatás az, hogy öljetek meg. Ide lőjetek. Hogy kicsit így fölhívja magára a figyelmet. Én szent meggyőződésem, hogy valahol vecsés mellett leszállna. Igen, a vecsési reptéren. Egy sima Skoda Oktáviába beülne. Halálos Sinti. Nagy titokba bemenne a parlamentbe. Kelszet fognak, letárjának, egy kimenni, egy vecsés mellett, egy helikopterre felszállna, elrepülne Debrecenbe. Vizel rá, vagy mit tudom én, mivel. Hát, jó, legyen akkor ez egy orosz járat. És egy sima debreceni járata halálos a titokba elmenne, a kutya nem akarná bántani. Ez parasztvakítás, ami itt történik, hogy jön a Putyin, és a lezárás, a konvoj, a Volga, a titkos ügynökök, a TEK, akkora vakítás, értelek, hogy utána megkoszorozzon három emlékművet egy meg. Egy helyen buksz meg a dologban, tehát a vecsési leszálló oké. Az átős, az kint a határban, a Skoda Oktáviában oké. Amikor jössz be az üllői felüljáron, és négy sávos lesz az üllői, akkor az a baj, ha melléd áll valaki, akkor kiszúrnak. Most na de mit csinál, ha kiszúr? Hát, egy ember kiszúrna, nem szól a taxisoknak, hogy itt van Putyin, itt már lelőnek. Hát, vagy kiszúr val arra, ha kiszúr engem ott, vagy nem tudom, bárki, tök mindegy. Nem vagyok veszélyben. Tehát amikor én nagyon megérkezem, nagyon felvonulok, az van, hogy itt vagyok, most lelőhettek. Na, hát ez mondom, egész egy kamu. Azt mondom, hogy ugye az a Skoda Oktáviába belátsz, az nem jó. De ha lesötétíted hát, a hátsót, az se jó. Tehát mivel kell vinni egy dobozos csomagszállító autó hátsó terén? Kicsit a másik véglet, de lehet. Akkor nem látnak be, érted? Nincs gond. Mi? Egy ilyen postás futár, tudod, ez futárautóval, persze. Autó, rajta van a cég neve, nincs belőle semmi. Ézi, gyerekek, egy vecsés parlamentet nyomok, szevasztok. Van, csomag van hátul. És az még egyébként a titkos nyelvezetbe is belefér. Viszem a csomagot. Viszem a csomagot, igen. Vecsésről leindultam. De tényleg, nem így van? Tehát, hogy mi a fenének ez az egész nagy felhajtás? Nyilván erődemonstráció. Tehát nem szólhat másról, mint arról, hogy ő most megmutatja, hogy megérkezik. Ti láttátok, hogy milyen konvoj jött végre? Most? Itt jöttem a Laci, gyere. Most jöttem a Hungária körúton ugye dolgozni. Igen. 23 rendőrautót, ilyen furgonosat, meg kicsit számoltam meg. És kifelé vagy befelé?
mentek így a reptér felé, de amikor itt leparkoltam, akkor belvárosból is mentek kifelé a reptér felé. Aha. Mennek ki, persze. Még 28 rendőrautó. De magyar? Vagy ez már a konvoj része? Tehát magyar rendőrautó. Te is láttál valamit. Hallottam a metróban, mondják, már nem áll meg a Kossuth téren. Nem áll meg a Kossuth téren, így van. Nem, ott már nem. Nehogy aztán ott gond legyen. Persze. Már nem áll meg. Megy tovább, következő megállót. Gyerekek, mondjuk a Putyin ahány ember börtönbe záratott meg az oligarchákat, hogy eltakarította mindenkit, én azért nem csodálom, hogy ő be van tolva. Tehát ha valakit azért itt nem, sokan nem kedvelnek, az a Putyin. Hát nem? Nem itt, hanem a világban, de nyilván... Ugye? Hát azért elküldött egy pár embert nagyon messzire, ilyen nagyon fura bányákba azért ott, hogy... Ugye hát a Hodorkovszkijtól kezdve azért ott, vagy visszahozod a lóvét, vagy mész börtönbe. Nem hozod vissza, akkor szépen bemész egy 15 évre. Ilyen a tárgyalási alap, hogy van az, hogy meg tudjuk beszélni, van az, hogy megbeszélhetnénk, de inkább mennyi dolgozni. Igen. Léleknevet. Mennyi pici dolgozni, a pénzedet viszont szépen ad vissza, amit elprivatizáltál Oroszországtól. Hát ő nem egy ilyen oligar, hát hódított azért vissza. Te mondtad tegnap, hogy a világ leggazdagabb embere lett, így egyszer csak kiderült, igen, megállapította valami, nem is tudom, politológus vagy valaki, illetve nem akarok hülyeséget, nem jó. 200 milliárd dollárja van a Putyinnak. Mert hogy az első 8-10 éve nem szólt másról, mint hogy Putyin azért, hogy betermeljen, és körülbelül 200 milliárd dollárra teszik a magánvagyonát. Ingatlanokban, svájci bankszámlákon, befektetésekben, nyilván egy csomó helyen, 200 milliárd dollár az ő vagyona. Igen, körülbelül, az ember, hát aztán... Hát tudja, hogy nem biztos, hogy ez örökké tart ez a dolog, kicsit föl kell halmozni. Érted? Tehát, hogy készülni a jövőre, sose fogom megérteni. Hogy mi az, amit 200-ból meg tudsz csinálni, de 100-ból nem. Hát ez nem a pénzről szól, ez a hatalomról, tudj te is. De hogy még? Igen. Valószínűleg sose elég egyébként. De én nem láttam még olyan gazdag embert, aki azt mondom, hogy elég, ez igaz. Sem magyar, se külföld, semmi milliárdos, aki azt mondom, hogy fie, van kettő, de nem akarom a harmadikat. Vagy van egy, de nem akarom a másodikat. Én beszélgettem egyszer egy olyan emberrel, aki látott egy olyat, aki hallotta. Olyat, igen, és én megkérdeztem tőle, hogy ne haragudjon, hogy miért kell még a 100-valahanyadikra ráhúzni egyet, és mondta, hogy neki már nem a pénz az érdekes. Hanem tehát, a maga a megcsinálás. A pénz az egy jelző, hogy neki sikerült-e az üzlet. Uh-huh. Tehát amikor belefogsz egy üzletbe, akkor őt az üzlet érdekli. Már, hogy most tényleg 102 vagy 103 milliárd, az már ugyan mindegy, ugyanígy van a 2 milliárdra meg a 3-mal is. Hogy akkor már mindegy, igen. Hogy az már mindegy, az üzlet sikerült. Na mindegy, csak 200 milliárd. Na, de visszatérve szóval, hogy nem így van, hogy lőjetek ide, erődemonstráció, de ugyanakkor azért meg vagyunk ijedve, hogy lőnek. Hát, szóval, ha mégis valaki úgy dönt, hogy lőnek. Mert Amerikai Egyesült Államok elnöke hogy érkezik? Hát ő is leszáll a 747-es Jumbo-val. Ugye mekkora erődemonstráció? Hát összetolja magad. És ha van kedve, kiszáll, ha nem, akkor oda mész tárgyalni. Mert ha nem olyanok a biztonsági körmek, volt már olyan is, hogy a Bush is meg nem száll ki. Az volt a tárgyaló szó. Megérkezik, oda visznek egy ilyen transporterre, fölmész, tárgyalsz kicsit a 747-esen. Amerikai területen vagy. Amerikai felségterületen, mekkora erődemonstráció, nem? Tehát nyilván ez az egész erről szól. Az mekkora lenne, felbújult az egész város, megérkezik ma Putyin, és azt mondja, hogy gyerekek, mégsem mennék, maradjunk a röbziben. Ő neki van saját gépe, ugye? Tényleg, mi van, ha lebetegszik? Influenzás. Mi van influenzás? Semmi. Akkor mindenki vigyázva áll, akkor nem jön? Ne, szerintem már tudják. De ezek sose betegek ki, még nem hallottam olyat, hogy valaki aznap lemondta volna. Merkel, Putyin, hát jönnek, mennek. Soha senki nem beteg. Ők nem betegek. Hallottál már olyat, hogy politikus influenzás lett, és lemondta? Nem nagyon. Nem, egyébként tényleg nem. De valószínűleg nem emberek. Mert nekik van szérumjuk. Tessék? Mert nekik van a titkos szérumot. A chemtrailből legyártották az ellenszérumot, amivel bennünket fertőznek a csikos égen. De hát mással fertőznek, neki megvan az ellenszéruma, és az jó influenza ellen is. Szóval lehegesztett csatorna fedél, ez megvan. Megcsinálták? Hát leegeztetik a csatorna fedeket, én nem tudjak én oda menni egy kis csúzlival valahol Kossuthon arrébb tolni a csatorna fedelet, kivenni a kis puskámat, és mondjuk alulról, nyilván fullosan lepáncélozott, nem tudom milyen biztonsági autóba, alulról meglőni egy csúzlival. Vannak bizonyos helyek, ahol ugye a csatorna fedeleket rögzíteni kellett. Egyébként olyan jó filmet lehetne ebből csinálni, hogy ahogy mi például megpróbálunk egy ilyen merényletet végrehajtani, jön az autókonvoj, kinyomom így a csatorna fedelet, hárman kijövünk, valami ízével csúzlival, és abban a pillanatban elüt bennünket a 7-es busz, ami oldalról bejön. Tudom, jól jobbra, mi volt ez, Feri? Semmi, van egy piros 7-es, legyártottam a blahánál. A 7-esre nem számítottam, most gyerekek.
felhajtás. Most itt kirakok valamit, érted, egy RPG-t, vagy bármint, hát ezt senki nem veszi. Próbáljuk észre. Meg, hogy ki egy ilyen fa, puskára hasonlító faággal a Zsült ide kitesszük az ablakba. Mikor jön a konvoj? 10-ig elmegy itt a konvoj? 2-kor? Az nem vagyunk adásban. Tehát egyébként kísérleti jelleggel érdekes, hogy amikor jön a konvoj, Zsül egy ilyen játékpuskával, csak kíváncsiságból, hogy kihajol a rácsos ablakon egy játékpuskával, és ott kapni egy fejlődést. Hát ez nem volt annyira jó moka, hogyha átlépnénk rajta, ütögetnénk az arcodat, Zsül! Zsül, de értsd meg, hogy mi kettőkor nem vagyunk itt, hát nem tudjuk mi megcsinálni. Semmit nem csinálnak. Ez milyen érdekes volt, mikor a Merkel, a hollandi, a Putyin, az ukrán elnök tárgyalt. Tehát 4 ilyen egymás szemkontaktusát kerülő ember az egyébként árulkodó volt. Láttad azt a fotót? Amikor így 4-en ülnek, és a Putyin erre néz, az ukrán elnök arra, a Merkel amara, tehát 4 ember, aki valószínűleg nem biztos, hogy annyira kedveli egymást, de most az ukrán és az orosz elnök nyilván nem, hogy senki nem vette föl a szemkontaktust, és pont egy ilyen képet örökítettek meg, hogy ott üldögelnek a tárgyalás, vagy a béke tárgyalás az ukrán-orosz. Merkel már reggelit várta, ha arra nézett, hogy hozzák-e. A Putyin került egyébként ugye az ukrán kollégával most az összenézés, de érdekes. Ez nem ilyen erődemonstráció. Most én akarok beszélni Magyarország miniszterelnökével. 061. Ja, nem, 361. 280-80. Ön a parlamentet hívta. Egyes gomb kérje a kezelőt. Kettes gomb pénztár. Hármas gomb iroda. Van olyan, hogy menüválasztás már, hogy menüválasztás. Magyar, angol, hármas gomb. Vadászterem, egyes gomb. Érted? Tehát felhívja telefonon. Tehát az egész politika, nyilván persze mindenhol az, de hogy akarják megbeszélni. Tehát ez arról szól, hogy mutassunk valamit kifelé, hogy most megérkezik. Nem? Ja, tehát nem de lehet, ledumál nem lehet telefonon. Igen, nem lehet olyan programpont, amit ne lehet telefonon megbeszélni. De egyébként. Persze. Csak most ide kell jönni megmutatni. Hát már meglátjuk, holnapra már okosabbak leszünk ebben is. Úgyhogy maximum Zsül nem éri túl. Ez nagyon-nagyon jó kísérlet lenne, ha egyszer jön kora reggel egy ilyen diplomáciai delegáció, hogy téged ide kirakunk egy ilyen gumicsúzlival. Neked nincs kedved ehhez, Zsül, én azt érzem. De és meg ez egy tudományos kísérlet. Ez egy tudományos kísérlet, hogy megjelenik-e a piros pont a homlokodon. Vagy nem jelenik meg. Berántunk, jó? Ha megjelenik, akkor berántunk. Esküszöm. Én elé dugrom. Na mi van, szültetek már, Ákos? Nem szültünk. Na, akkor meg mi ez a felelőtlenség, hogy nem jövünk hát, dolgozni? Tudod, én precíz ember vagyok, mondtam asszonynak, főpróba. Most csak öltöz fel, azt mintha szülnénk. De miért indultatok el a kórházat? Az el kell, hogy folyjon a magzatvíz. Nem mindig. Ugye van, akinek elfog, de van, akinek csak ezek az erős fájások, ezek a 10 percenként ismétlődő dolgok. 3-kor felkeltett egy stopperórával a kezében, és láttam az arcán, hogy itt nagy gázon, hogy borzasztóan fáj, 10 percenként fáj. Megemelkedett a púzusom 60-ról 61-re ismertek. Igen, ezt a kapkodást. Igen, és lementem dolgozni, tehát hogy ugyanezzel a lendülettel, és akkor felhívott a hálószobámból, hogy de nem érted? Tehát akkor menjünk. Te ne haragudjál már, de mekkora helyen laktok, hogy így a hálószobából föl kell hívni a dolgozó. Hát igen, szobán. Le kell szaladni egy 4 szintet a dolgozó szobában. Igen, de csak a lift nem működött, és ezért sajnos igen, lépcsőn kellett menned. Igen, aztán bementünk a kórházba, ott rákötötték ezt a gépet, és mondták, hogy hát igazából tudod, amit minden első szülő kismama szeret hallani, hogy bármikor jöhet, de nem most. Aha, tehát be a kórházba, rumli, becuktol, mindent bevíz, kicsit riadtan, kopogtat, kivizsgál, rátették, gondolom, ezt a méh összehúzódást nézi. Igen, így van. Így van, és mondták, hogy még a méh száj az nincs olyan állapotban, de az is lehet, hogy estére, mármint, hogy tegnap estére olyanban lesz, azóta sincs gyerek, de hát a következő 1-2-3 napban. Mikorra van kiírva? Még lenne egy 5-6 napja papíron, de múltkor meg azt mondták, hogy lehet, hogy előbb, tehát, hogy most megint ott vagyunk, hogy nekem még nem volt ilyen. Mi van, most jön a ház SMS 7-kor, akkor valaki bejér, vagy konzerv? Hát akkor a Zsül felolvas. Én fia, odaadod nekem, én letolom. Itt van, meg vannak írva felet. Csak nyomd a kezembe, hogy időjárás, és ilyen. Fél óra, amíg bejér a váltás, kettőször kell elmondom. Félkor, meg ereg egészkor, nem? Nagy buka lesz. Hát meg a sporthírek. Hát, na hát. Azt én vállalom, mert abban erős vagyok. Szét van. Szóval ide. Na szóval akkor még nem. Még nem. Úgyhogy de milyen volt érzem. Maga az érzése? Meg se rezdültél? De, mondom, tehát hogy úgy azt mondtam, hogy na, hát ez most akkor egy izgalmas dolog. Csak ott, amikor azt mondták, hogy ez egy 10-es skálán körülbelül a 3-as erősségű fájás volt, egy percet nem aludt egyébként, akkor úgy összenéztünk, hogy akkor mi jön még. Úgyhogy minden tiszteletem az összes női, aki ezen
túlesik, vagy túlesett már, vagy túlfog esni. Na, majd másképp gondolkodsz a tejfakasztó buli után. Ott magadat is ide sorolod. De ez tejfakasztó buli? Hát szerintem lesz. Valami kis szolid? Valami szolid. Meg kis vizecskét iszunk, szénsavasat. Meg kell azt ünnepelni. Na jó van. Hogy állunk játékkal? 1-0-ra viszed a hetet megint. 6 nyert hetünk van, ezt nem győzöm hangsúlyozni, tehát eddig a minden hetet megnyertünk ebben az évben, és tegnap ugye 1-0-át sikerült behúznod. A mai SMS-ek közül azt szeretem, hogy Janival szeretnék játszani mindenképpen. Az, igen, mert figyelj, megadjuk a privát számát, mindjárt bemondom a hírek után, és akkor föl tudod hívni. Jó, drága hallgatók, akkor tessék jelentkezni játékra. Jó, ha valaki szeretne játszani nyugodtan velünk, arcoskodhat is egészen bátran. Most tessék kérni, nem utólag reklamálni, hogy megint milyen gyenge volt, meg félkegyelműekkel játszunk, meg miért nem velem. Most, itt a lehetőség, 1/4 óra van még arra, hogy mindenki kiarcoskodja magát egészen nyugodtan, jó, annak kiválasz majd nagyon kemény hangvitelű SMS-t, és akkor tud majd velünk játszani. 2:00 perccel, jövünk Ákos híre után. 8 perc múlva lesz 7 óra, ezért jó, ha egy ember beteg, meg egy elment kávézni, mert még mindig marad egy egész. Pontosan utána néztem, déli 12 órakor kezdődnek az útlezárás. Tényleg? Aha, addig lehet még autózni. A városban hello. Azt hittem, gyerekek, ez a Prince-szám ez hozzá. Én 5 percet tettem, fejben kiszámoltam, azt hittem, hogy picit hosszabbak. Hosszabbak vagyunk. 8 perc van, pontosan 7 óra. Jó reggelt minden Morning Show hallgatónak. Azt mondja, hogy Győr-Szent Iván kertvárosában fehér Seatból drága fotó készülnek, Petya a gázos küldte. Nekünk M3-ason Miskolc felé 83-as könnyűlei róka fekszik az út közepén, üzeni Robi. Gyerek, mindenki SMS-e duplán jön. Duplán külditek, vagy a szolgáltató ilyen drága, hogy elküldi nekünk kétszer? Megerősítés. Megerősítésként, igen. Igen, igen. Mm. Azt mondja, hogy... Nem... Gyerekek, mi van? Nincs több közlekedés? Nekem jött egy csomó. Jó, reggel, én nem Balázsra szeretnék játszani, úgyse hívtok vissza, úgyhogy nem pazarlom az SMS-eket, pedig esélyetek se lenne. Ilyen SMS-ek jönnek. Na játszunk, itt van a játékosunk, és már is fekete-fehér igennemet játszunk velem. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, gyere, Jani. Halló, jó reggel. Sziasztok. Hello, jó reggelt, hogy hívnak? Gergő vagyok. Hello, Gergő. Na, mit írtál nekünk, mennyire arcoskodtál? Hát szeretek arcoskodni, szeretnék, ha visszamennétek az arcotokból. Igen? Ha? Szeretnéd, ha kicsit kevésbé lenne nagy arcunk, azt mondod? Igen. De most Gergő, beszéljünk tényleg, mint férfi a férfival. Hát azért csak 6 nyert hét van mögöttünk, nem? Nem sokáig. Jó, jó, azért csak mondom, ha ezt ma még megnyered, attól ezt a hetet még nem buktuk el, jó. Akkor 1-1 lesz az állás. Akkor még igen, 1-1. Kivel szeretnél játszani, Gergő? Ferivel. Isten, Ferivel. Ezt a gyönyörű menetelést, amit a főnök itt az elmúlt napokban csinált, megszakítod. Nem baj, mondta, egy kicsit pihenek. Nem baj, egy kicsit pihenek. Mehetünk? Mehetünk. Na, Gergő, hát akkor mutasd meg, hogy valóban arcoskodtál-e, és van rá okod, vagy csak a szád volt nagy már, mint ami az SMS-t illeti. Na tessék, 3-2-1, hajrám. Gyoma Endrődi vagy, Gergő? Az vagyok. Ismersz híres embert a faluból? Kassa Tibi. És hát az... Kassa Tibi, Gyoma Endrődi. Jó, persze. Vicc volt. Ukrin Benedek. Sajnos most veszítettem az életét. Szújó Zoli odavaló, ugye? Persze. Ő is. Őt kedveled? Hát, mondjuk rá. Uh-huh. Forma 1-et nézed? Amikor ők... Inkább kihagyom. Ne? Várjatok. Menjünk végig, jó? Menjünk végig. Ne állítsuk meg az órát. Nem volt itt 2 darab igen? Gergő, nem mondtál? Legyél. Tessék? Kifelőled. Felőled. Nem mondtad, hogy Forma 1-et kedveled? Igen, igen. Nem ez volt? Én szerintem... Hát, Anna már nézi. Süketedem, gyerekek? Veszítettem a hallásomból? Nem mondtad? Én is azt gondolom, hogy tovább az lököm az órát, aztán majd úgyis visszahallgatjuk, csak adok egy esélyt, hogy beismerd. Nem mondtad? Ha nem mondtad, menjünk tovább, meghallgatjuk majd. Tessék? Nem mondtam. Nem mondtad. Jó, jó, akkor még van. Menjünk tovább. Van, nem tudom mennyi, fél perc kb. Na, szóval akkor szereted a Forma 1-et, ugye? Inkább mi nagyon mondtam. Uh-huh. Piros autóknak se szurkolsz? Há? Fekete csak. Aha, akkor meg is vagyunk. Fekete csak. Na, fekete csak. Igen, ennyire, hát ha nem mondtad az igent, akkor kimondtad a feketét viszont. A színes trükk.
amire kevesen számítanak. Nem a tiltott igen, nem, hanem a színek. Ezzel Feri mindig előjön. Gergő, Gergő. Igen. Na jó van, máskor. Ahogy tudod, hogy azt kéne folytatni, amit az elején elkezdtél, az arcoskod. Jó, hagyjuk. Na, mi van? Ugye, hogy nem olyan könnyű adásban? Ráadásul baromi passzív is voltál, tehát, hogy ha kihúzátok az egy percet, is sanszos egyébként, hogy passzivitás miatt kapsz egy piros lapot, de hát így viszont nem volt. Nem volt miért piros lapot adni. Gergőkém, ez van. Semmi baj, Gergő. Legközelebb, jó? Jó. Valami hozzáfűzni való? Hát nincs semmi. Semmi? Akkor köszi a játékot. Hello. Ciao. Mi ez a pattogás, mint egy bakelit lemezt hallgat, mint egy neoton. Régi a zene, ami alatt. Tényleg, az abba a bakelitről megy, vagy mi mint a tábortűzen. Mondjad, Anna. Duplán kimond, ott is kimondta. Mondtam én. Igen. De nem volt korrekt, mert nem ismerte el. Ja, az ilyenkor azt kell, hogy igen, kimondtam. Hát azért azt el kell ismerni. Igen, de azután az SMS után, meg azután az arcoskodás után tudod nehéz, amivel ő elkezdett, hogy ő mennyire jó, és most nekünk végünk van. Na jó, de óra megáll, kimondtad? Ott azért az ember tudja, hogy kimondta. Arra bemondod, hogy nem, hát azért... Kimondta. Ez a sarki krimóban ott megkéselik, ezért érted? Komolyan mondom, hogy játszol valaki, hogy ilyet, két felesére, hogy elbukod, és nem ismered el, ott még hátra is szugnak. Ne viccel. A zöldsasba. Átnézít a szemben, hogy beled állítanak egy csatabárot egy ilyen játékért, hogy kimondod, nem ismered el, és még utána még tovább akarsz játszani. Szegény betegen fekszik otthon, fáj az ujja, elvágta tegnap, mert szakács tanuló egyébként. Jó, hát akkor el kellett volna ezt mesélni. Tudod, ez a szegény, erre mindig azt mondom, hogy nem én kértem, hogy jelentkezzen a játékra. Ugye? Tehát, hogy tehát egyébként meg arcoskodott. Én bírom, ha valaki igen, arcoskodott a Gergő. Így járt. Jó, de akkor kétszer fél igen. Perc alatt kétszer azért kikapott, úgyhogy ez most már megvétózhatatlan. 2-0 ezzel ez a hét is. Nem állunk rosszul. Köszönöm szépen. Nem állunk rosszul. Ennyi. Nagyon hasítunk, igen. Na, 3 perc, pontosan 7 óra, jön egy pici reklám megint, utána Ákostól meghallgatjuk a híreket, aztán felhívjuk a mi biztonságpolitikai szakértőnket, hogy megkérdezzük szintén, ugye csak úgy, mint a Merkeles látogatásnál, a Putyinos látogatásnál, ugye szépen mondjam, a kulisszatitkokról, hogy mivel készült Putyin, mit hoz, illetve mit hoztak az a rohadt nagy utasszállítóval, vagy teherszállítóval, ami leszállt 3 napja a Ferihegyen. A gyönyörű Iljusin, igen. Az ugye volt az előörs. Most olvastam, hogy állítólag a saját gépe az viszont olyan, hogy arany az övcsata, mivel rögzít. Nagyon fontos, hogy arany legyen az övcsata. Igazi. Nagyon fontos, hogy arany övcsattal legyen, elképesztő. Na, szóval, hogy erről beszélünk majd, Putyin látogatásáról Ákos hírei után. 7 óra múlt pontosan 8 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek, jó reggelt, hello Feri, hello Bello, hello. Igen, így könnyebb azért. Itt vagyunk, és Jánosunk még mindig beteg egy kicsit. Én még egyelőre ott vagyok, azon a határon, hogy még tudok jönni. Többen írják, hogy én vagyok az, aki mindig mondja, hogy aki beteg, menjen haza. Szarba igen, lennénk, hát a tessék? Bajba lennénk, ha te is otthon maradsz. Nem, igen, én arra gondolok, hogy ha valaki köhög, tüsszög, lázas, akkor ne fertőzön senkit. Én egy picit nazális a hangom, de gyerekek, erejem teljében vagyok. Tehát, akarod, kirobbanóban. Felmegyek itt fejenállásba, és 20-szor kinyomom magam. Úgy jöttél be, hogy a plafonon keresztül, minden van. Igen, tényleg egyébként picit átha, de ez még egyelőre semmi komoly. Ahogy komolyodik a dolog, és véreset kezdek köpni, és kezdek belázasodni, nyilván azonnal én is otthon maradok, de most még nem láttam okát, ráadásul egyedül lettél volna. Mm-hmm. Tudjátok, ez a betegség előtti föltámadása egyébként, ez mindig igen. Úgy van, hogy előtti marára összekapjuk magunkat, én nem leszek beteg, a családért mindent, és jönni kell dolgozni, majd egyszer csak így kapsz egy nyakast. Igen, megbeszéltük a Vikivel, hogy váltjuk egymást. Tehát most Benny Viki, beteg, Noel ugye folyamatos. De ő még pici, és minden kort elkap tőlünk. A Viki meggyógyul, azonnal jöhetek. Jó, de nem robbanunk le egyszerre, tehát egy család beosztja azt, hogy ki mikor beteg, tartom magam, jó. És amikor láttam, hogy meggyógyult a nő, akkor elhagyom. Akkor nagyon elesett jó, leszek. De akkor ő bejön dolgozni? Akkor ő bejön dolgozni, jó, és beül mikrofon mögé. Király. Jó, addigra Jani is itt lesz szerintem, egy misét megér. Egyszer egy érdekes műsor lenne egyébként, igen, Viki beülne. Mezőtúr előtt 500 méterrel kis busz kisodródott, és a fának csapódott, zajlik a mentés. Ezt Zoli küldte nekünk. Köszönjük szépen. A Lánchídra már most nem engedik fel autóval a rendőrök, az autókat a rendőrök, ezt Gábor üzente. Aztán közlekedés hír, hogy hamarosan lezárom a Lánchidat, mert egy molinót felrakott valaki, és le kell szednem. Ferenc a hídmester, ő a mi hídmesterünk? Szerintem ő a mi hídmesterünk, ugye ő felel a Lánchídért, és valaki fölmászott, föltett egy molinót, gondolom az érkezés idézőjelesen mondom tiszteletére. Idézőjelesen, igen, a Putyin ellen tüntetnek éppen. És azt most neki kell, hát oda csak ő mehet föl. Igen, akkor ő leszedi, úgyhogy
akkor a Lánchidat is felejtsétek el szépen lassan. Na, aztán azt nézem, hogy Győr-Szent Iván kertvárosában Fehérszeádból mérnek az M3-oson Miskolc felé 83-as kőnél egy róka fekszik az út közepén, szegény kém, hát őt valószínűleg elütötték. Pattogás az éterben, az egy orosz radar. Nagybuter meg napok óta orosz szavakat kódol a halló készülékében. Ezt a bandita küldte nekünk, köszönjük szépen. Azért az a korosztály, aki még tanult oroszt, így én is, ugye én 8, te is tanultál? Én még általános iskolában még tanultam oroszt, igen. Ott 4-et, középiskolában még 4-et, ugye tudjuk mire emlékszünk, Jadakládivai vagy Nyitonyiát szúztóját. Körülbelül igen. Eddig jutottunk 4 év alatt. Nem tudom, az orosz tadár kudarca, vagy a mi kudarcunk, de valójában eddig jutottunk, igen. Hú, de gyűlöltem. Az, ami ellenállásunk volt szerintem, az akkori rendszer ellen. Ami ellenállásunk volt, hogy nem tanultunk meg oroszul. Na mindegy, tehát, hogy amit most itt a hallgató is ír, hogy a nagymama orosz szavakat kódol, az nyilván benne van az éterben, nem? Hogy ma érkezik a főnök. Ma jön. Igen, szépen próbálja a nagy is kódolni a dolgokat. Jó, ha valahol útlezárás van, valahol nem juttok át, rendőrök állítanak meg benneteket, akkor szóljatok, jó? Hogy tudjuk mondani a hallgatóknak. A legjobb egyébként ma szerintem elkerülni a belváros, mert tényleg mindenhonnan elviszik az autókat, mindenkit elvontatnak. Ha nem találod az autódat, most ne arra gyanak, hogy kivételesen, hogy ellopták, valószínűleg nem. Egyszerűen csak... Nagyon fontos, csak hogy elvontatták, és akkor a polisz.hu-n tudod megnézni, hogy hol a kocsid, vagy ott adnak felvilágosítást. Igen, de valószínűleg nem telephelyre vitték, arra figyeljetek oda, tehát érdemes egy nagyobb kört tenni a környező utcákban, mert ugye múltkor is az volt, ahogy Merkel asszony itt volt, hogy arrébb vitték. Tehát én mondjuk itt megálltam volna a felüljáró előtt, akkor jönnek, elvontatják, és bevontatják ide egy kis utcában. És itt találod meg a kocsit. Ja, hogy nem is egy gyűjtőtelepen viszik, csak kicsit arrébb viszik. A kóbályok hülyén. Aha, igen, tehát mindenkinek azt mondom, aki nem találja a kocsit, az menjen egy nagyobb kör, utána a polisz.hu. Mert állítólag ez van, hogy csak mellékutcába viszik. Jaj, kicsi, hogy ne tudja föl, ne tud fölrobbantani. Ez ki hülye az, aki saját autóját robbantja föl. Vettél egy autót, kinyökted végre a törlesztő részletet, nem olyan a Putyin, az fölrobbantod a saját autódat, hogy kár tegyél benne. Na, gyerekek, csatorna fedeleket hegesztettünk, én utcaseprő vagyok, kiraktak már a Kossuth téről, hát milyen világ ez, írja egy hallgató. Már az utcaseprőket is kirakjuk. Hívjuk föl, Anna, beszéljünk vele. Jó? Kérdezzük meg, hogy paterolják ki. Hát nem, hogy áll utcaseprők legyenek, tudod? Hát az amerikai filmekben ezt látod, hogy a kommando utcaseprők... Aha, és a kutyagumi szívó autónak a porciója, az tulajdonképpen egy aknavető. Igen, és úgy. Abba építik bele a dolgot. Úgy akarsz rálőni, igen. Azért érdekes. Na. A Hősök tere, mert oda állítólag nem megy a Putyin. Tehát a Hősök terére nem megy, a Kossuth tére van. Ez a Kossuth tér is nagyon érdekes, a Kossuth tére van. Így már sokkal egyszerűbb a dolog. Így talán még nagyon én is megértem. A Hősök tere, ő a Kossuth tére. Mit csinál a Hős? Azt mondták, hogy ott nem tudják megvédeni. Megy egyébként több helyre, ide megy, oda megy koszorúzni néhány helyre, de a Hősök terére nem megy. Pali, a járdatakarító, ha az, itt van velünk. Hello Pali, jó reggel, ciao. Jó reggel. Hello, te járdatakarító vagy? Vagyis, hogy igen, a munkaszerződésben ez mondom, hogy a Kossuth teret takarítom, és na, hát csak járni, ott már csak járni. A lehegesztett csatornafedeleket, ahogy említettétek, mondom, csak no. Beszólok, hogy na most azok elgondolásnak úgy jó lett volna abban az esetben, hogyha meg nem billeg a csatornafedél. Most mivel, hogy billeg, a járművek ott átmentek rajta, kukásautók, és ott a Néprajzi Múzeum előtt egy jó pár kukásautó által mozgó fedélnél eltört a heggesztés. Tehát a leheggesztett fedél, az most nincs leheggesztve ezek szerint. Tehát hát hiába... az úgy lepattant onnan, mint a bolha a desztáról, szóval... Tehát leheggesztették a fedeleket, elment fölött egy autó, ráment, és azonnal föl is pattant. A kukásautó, mivel hogy azért ott az 1001-es kukákat, amivel mi ürítünk, azt úgy viszik. Nektek akkor... nem szóltak, hogy ezen felelőtlenül nem lehet kukás autózni a leheggesztett kukákon? Hogy csak úgy rodeózni a téren? Hát a kukás autónak szedik a parlamentot. Nyilván menni kell, persze. És kiraktak a Kossuth térről? Te elzavartak onnan, és bárhogy se tudtok nagyon takarítani, nem? Nem, mi összetakarítottunk, és önként lejöttünk, mert hát egy idő után úgyis azt mondták volna, hogy a gyerekek akkor most tipli. Levonulás volt. Aha. Igen. Nem végeztek túl jó munkát ezek a csatornafedelek, csak úgy felpattannak. Nem is lett ez az elgondolás nem rossz, abban az esetben, hogyha azok nem billettek volna ezek a csatornafedelek. Mivel hogy billeg, lehet heggezte, átmegy a jármű rajta. Egy milliméter vagy még annyi se kell, ahogy mozognak, ugye, és akkor már is lepasztott. És arra ilyenkor ti kaptok kiképzést, hogyha billeg egy csatorna felé felemelitek és belenéztek, és ott van egy ember távcsőre és puskálva. Nem belőlünk egy kézigránátot.
Figyelj, minden egyes mozgó csatornát dobjatok be egy kézigránátot, nehogy, nehogy valaki kárt tegyen a Putyinnak. Hagyjátok rajta a kukásautót. Egyébként jó megoldás. Ugye? Hát a kukásautónak dolga van tisztelt. Ja, hogy az megy tovább. Aha. Az megy tovább. De 60-nál, 40-nál, mikor mennyivel. Na jó, Palikám, jó munkát neked. Jó, vigyázzatok a csatorna fedelekkel. Köszi, hogy elmondtad. Hello. Ciao, hello, hello, hello. Nem kéne szólnunk valakinek? Hogy? Mozognak a csatorna fedelek? Hát, nincs lehegesztve. Hát, kutya nem fog benne kárt tenni. Igen. Na, ugye érkezik ma Putyin, és arról beszélgetünk, hogy ugye erre már 6 óra után is beszélgetünk, egyrészt mekkora vakítás ez az egész, ahogy jönnek különböző ország államfői, és... délután 2-kor száll le. Nem tudom, láttátok-e, drága Morning Show hallgatók, azt a felvételt, amikor mutatták, hogy egy ill nem tudom hányas gép, egészen titokban ill... 76-os, tehát egy repülőgép szakértő, hát vagy igen. Hát beteg igen. A zsülde. Igen, láttad? Láttad micsoda az ill 76-os? Fogadta. Egy állampolgár felvette és feltöltötte, egy fél Budapest méretű repülőgép leszállt, ugye a Ferihegyen néhány nappal ezelőtt, egy ill-76-os, és kiderült, hogy Putyin előrse. Tehát, hogy gondolom hozzák a beluga kaviárt, a volgákat, a páncélozott autót, a fegyvereket, én nem tudom, mit hoznak egy ekkora gépben, de hozták Putyin előrsét. Szerintem gyakorlatilag mindent. Mindent elhoznak. Szerintem gyakorlatilag mindent. Azon csodálkozom, hogy új aszfaltcsíkot nem hoztak neki, hogy ő csak azon hajtathat át. Hozták a saját autóját, azt már beszéltük ugye múltkor, hogy saját ágyneműje van az embernek. Igen, hát, igen. Hát mindjárt megkérdezünk egy szakértőt, aki elmondja, hogy tényleg mit kell tudni Putyiról. Én arra lennék kíváncsi egyébként, hogy oké, hogy az egész egy nagy felvonulás, parasztvakítás, erődemonstráció, tehát tényleg föl is hívhatná ő egyébként a mi miniszterelnökünket. Nyilván a megjelenés, a szimbolizál valamit, a felvonulás is szintén, hát amikor az amerikai Egyesült Államok elnöke is elmegy valahova, az is egy nagy erődemonstráció. De hogy valójában ők mennyire vannak veszélyben. Tehát ez a show része. Ez a biztosítás nyilván azért van, hogy tényleg ne lehessen baja. De hogy hány valódi fenyegetést kap mondjuk az orosz elnök, amit nem valami felbosszantott nyugdíjas ír, hanem mondjuk, nem tudom, csecsen szeparatisták, érted? Vagy valamelyik szétesett tagállam utóállamának a nem tudom milyen terrorista vezetője. Amit komolyan lehet venni. Amit komolyan lehet venni. Tehát, hogy Vladimir. Marioska néni vagyok, a gumáruházban. Elfogyott a morka. Tessék intézkedni, mert baj lesz. Hogy valójában mennyire vannak veszélyben ezek a politikusok, mert azért tehát érted, mire akarok kiukadni? Hogy nagyon-nagyon kevés az a rés, ahol igen. Be lehet találni. Hát szerintem, hogyha ilyen nagyon racionálisan nézzük a dolgot, akkor biztos, hogy van veszély. Tehát, hogy a világ három legfontosabb embere között ő most benne van, ahogy az Amerikai Egyesült Államok elnöke, ő meg a pápa, most ezt szokták mondani, hogy ők hárman a legveszélyeztetettebbek, és biztos vagyok benne, hogy úgy kell élnie az életét, de 0-24-ben, hogy bármikor lehet egy olyan rés, ahol ő bekaphatja ezt a lövést, vagy a mérget, vagy akármit. Az Abramovicsról olvastam, ő ugye szintén egy orosz oligarha, aki egyébként jóban van Putyinnal, mert tudta, hogy mikor kell hazadni valamennyit, mondta, vagy hazadod, vagy nem adod. Ugye van, aki nem adta, ő messzi vidéken kötött ki, más orosz oligarha, hogy neki van a jachtja, ugye a világ egyik legnagyobb jachtja van, hogy mini tenger alatt járók kísérik a jachtját. De nem van rajta, hogyha el kell menni. Nem, az van rajta rakéta hatástalanító rendszer is egyébként a jachtján, de hogy mini tenger alatt járók kísérik, pontosan azért, hogy a víz alól se lehessen kilőni, és a jachton belül is van egy olyan páncélszoba, ahova ő be tud menekülni. Mondjuk süllyedésnél azt megnézem. Az egy picit necces, igen, de hogy be tudod a menekülni, ha támadás érné a jachtot, és egyébként... mini tenger altjárok követik az ő hajóját, ha megy, hogy alulról se lehessen őt fölrobbantani. Azon gondolkoztam, hogy oké, hogy milliárdjaid vannak, meg oké, hogy te vagy a világ egyik legnagyobb, leggazdagabb embere, meg foci csapatod van, meg gyönyörű feleséget, hogy mekkora börtön ez alapjában így élni. Hogy minden pillanatban egyébként attól félni, hogy fejbe lőnek. Nem? Hogy minden megtehetnél, minden megvehetnél, bárhova elmehetnél, és mégis szorongás az életed, félelem. Van egy gyönyörű szép hajód, és lehet, hogy kidöglenél rá a haverjaiddal, és csajoznál, és úszkálnál fejeseket, 8000 testőr vigyáz rád, és néha meglátsz két ilyen periszkópot, akik azt figyelik, hogy nehogy felrobbantsanak téged a víz alól, mert mondjuk egy másik orosz oligarha kicsit berágott rád, mert jóba vagy a Putyinnal, vagy nem tudom, érted? Most a felső fedélzetről ugrom egy fejest. Ne odaugorjon, mert az a tenger alatt járunk 5 méterrel arrébb. Marha nehéz. Tehát, hogy tényleg így éled az egész életet, bár ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy lehet, hogy nekik vannak olyan embereik, akik mindent át
hibát vállalnak. Érted? Tehát, hogy ez már nem az ő, ezt ő elengedte, tudta, hogy így él, tudta, hogy ilyen szab, vagy tudja, hogy ilyen szabályzásban él, van egy biztonsági főnök, és ő felel mindenért. Gondolom, rohadt sok pénzért, de nagyon nagy felelősség. Hát, nem tudom, hogy mennyire tudod elengedni. Én még mindig azt mondom, hogy értem a parasztvakítást, jönni kell, Debrecenbe fapadossal leszállunk, Skoda Octaviába beülünk, bemegyünk a parlamentbe, megdumáljuk, a kutya nem venne észre. Egyébként tényleg. De tényleg. Na, mindjárt megkérdezzük a mi szakértőnket, Tarjányi Péter, biztonságpolitikai szakértőt. Hello Péter, jó reggelt kívánunk! Sziasztok, hello. Jó reggelt. Hello! Hát legutóbb ugye a Merkel látogatásánál, látogatásakor beszéltünk. Beszélgettünk, így van. Most pedig itt van a világ lehet, hogy leggazdagabb embere. Olvastad ezt a cikket erről a 200 milliárd dolláros feltételezett összegről? Igen, hát lehet tudni Putyin elnökről, hogy azért az elmúlt 10 éveket nagyon-nagyon komolyan ugye az oroszországi gazdaság rendbehozása mellett azért a saját vagyonának gyarapításával is töltötte. A saját vagyonának rendbehozásával töltötte. Így van, úgyhogy ténylegesen, tehát ő egy nagyon-nagyon gazdag ember, neki külön szigete van, ezen a szigeten nagyon komoly éttermek vannak, ahol csak ő étkezik, illetve hát olyan hatalmas, ilyen nem is tudom mit mondani, nem lakosztályok, hanem majd, hogy nem szállodának beillő épületek, ahol szintén csak ő van, és rengeteg. Most tényleg tudom, tehát hogy a válaszolom kéne, hogy a haverjammal lógjak egy hetet Horvátországba egy olyan apartmanba egyébként, ami félig van csak kitakarítva, és 3 napot adnak tisztatörő között, vagy egyedül legyek milliárdosként egy szigeten a saját éttermembe, de hát a horvátországi nyaralót. A horvátországi nyaralást választanám a barátaimmal, nem? És akkor ő este eldönt, hogy ma a kínaiban megy, vagy az olasz étterembe, és ott ő benne egyedül. Igen, hát azért ez egy teljesen más világ, tehát hogy előbb beszélgettetek, tehát azért a milliárdosok, illetve az ilyen csúcsvezetőknek a világ egy teljesen más, egy sokkal-sokkal szabályozottabb, egy valahol azt mondom, hogy egy átlagember, és ez most nem sértésként szánom senkinek sem, egy nagyon-nagyon szabályozott, rideg-hideg világ, amiben egyrészt a biztonsága miatt is egy nagyon furcsa életet él, másrészt, és egyébként ennek tényleg van olyan fejezete, amit előbb mondtatok, hogy vadásznak rá, és nem csak itt nem csak a politikusra gondolok, hanem akár egy oligarchára, tehát egy pillanatok alatt egy olyan gazdasági összeveszés történik, amiben a legpiszkosabb eszközöket használják, tehát azért a 90-es évek Oroszországa nem volt egy jó hely, és hát a mai napig Oroszországban azért elsősorban az erő szavát értik. És ilyen szempontból ebben a világban az, hogy egyrészt mutatsz valamit, óriási hatalmat, ennek vannak státuszszimbólumai, repülők, autók, flották, nem is tudom. Tehát, vagy ahogy előbb te mondtad, Balázs, hogy a tenger alatt járok a hajó alatt, tehát igen. Ez egyrészt mutatja a státuszszimbólumot, másrészt egyébként tényleg a biztonságot is szavatolja. És hát ebbe a világba azért a barátok nem annyira férnek bele. Elsősorban érdekek mozgatnak mindent. Hát igen, és ugye volt néhány oligarha, Hodorkovszki például, akit ezért hát hosszú időre bezáratott, most ugye kiszabadult, hogy, mert ugye hát riválisa lett volna, aztán elküldte jó 10 évre, ugye Szibériába, ő talán világ 16. leggazdagabb embere volt, és egy orosz oligarha. Szóval, hogy a kérdés az valójában arról szól, hogy van valódi veszély, vagy ez inkább egy erődemonstráció? Tehát tényleg le kell hegeszteni a csatorna fedeleket, mert valaki Budapesten lelőheti a Putyint, vagy azért ez a műsor része, az erődemonstráció része, és kicsit arról szól, hogy na, hát akkor nézzétek meg, megjött Putyin, mekkora a felhajtás. Én ezt nem látom benne, tehát az, hogy most megjött Putyin, és akkor megmutatjuk a magyar népnek, hogy itt van Putyin, és még lehegeztjük így, nehogy kijöjjönnek a Tini Ninja teknőcök a csatornából, tehát hogy nem erről szól ez. Egyszerűen tudomásul kell venni azt, hogy egy ilyenfajta biztosítás nem csak az utcán, hanem a föld fölött, tehát a légtérben is, és a föld alatt a csatorna rendszerben is biztonságot igényel, mert hogy voltak olyan támadások, például Olaszországban a szervezett bűnözés ügyészeket, bírókat robbantott föl, és ott például az út test alatt volt, a csatorna rendszerben volt elhelyezve pokolgép. Tehát ilyen szempontból látott ilyet a szakma, és ezért erre fel kell készülni, hogy védeni lehessen. És az tényleg így van, ahogy ti elmondtátok, hogy ő azért napi szinten nagyon sok fenyegetést kap. Ugyanúgy, mint hogy az Egyesült Államok elnöke, ugyanúgy, mint például a katolikus egyház feje. Tehát ilyen szempontból az ő védelme egy teljesen más szintet jelent. Szólnak neki róla? Szólnak neki? Putyin úr ma 52 darab fenyegetés. Ja, nem. Jó, ma csak 48-an akarják szép megölni. Napunk van, szép elnök napunk úr. Van, süt a nap, 48-an. Jó reggel! Nem. Tehát nekünk volt egy nagyon jó ötletünk reggel, hogy itt, hogyha itt jönne az ülői felüljáron, akkor a Zsült, a mi hangmérnökünket kitennénk egy fapuskával. Tehát ezt nem javasolnám. Lelőnék a Zsült? Lehet.
Tehát én ezt úgy nem javasolnám. Tehát ilyen mi se, de a Zsűr nagyon akarja. Hát, igen, mondta, hogy hát, vállalja. Isten nyugosztalja. Tehát nem, tehát ez nem, nem lenne annyira jó ötlet szerintem. Tehát ilyenkor hihetetlen módon kiélezetten figyel mindenki. Nem véletlen az, hogy helikopterek kísérik például a konvojt, hogy mindenre azonnal tudjanak reagálni. Annyiban azért pontosítanak, hogy mindenki azt hiszi, hogy ilyenkor elkezd lövöldözni mindenki egy ilyen személybiztosításba, és akkor ez az elsődleges, hát nem a menekítés, tehát hogyha itt egy támadás történik, hát akkor erről beszéltünk, igen, a Merkel. Hogy néz ki egy szobafoglalás például? Tudsz konkrétumot mondani? Megérkezik Putyin, mondjuk itt alszik, hogy elrontja a kis pocakját, nem megy haza. Akkor egy erős orosz akcentussal beszél, angolul beszélő ember betelefonál Four Seasonsbe, hogy szeretne lefoglalni egy 4 darab lakosztályt, vagy kivesznek egy fél szobát, nyilván direkt hülyén kérdezek, de hogy gondolom, ezt külön ember intézi, és hogy lakosztályokat foglalnak le, és ahogy a múltkor mondtad, például a saját ágyneműt hoznak. Tudsz mondani egy-két konkrétumot? Mindent hoznak ők, tehát nem csak ágyneműt, hanem étel alapanyagokat, tehát mindent főznek neki, tehát nincs olyan, hogy ő bármit is elfogadna, akár itt nálunk. Az, hogy mit készítenek elő, tehát ugye a mai találkozó és a mai látogatás tényleg egy villámlátogatás, vagy munkalátogatás, ahol egyébként már hetekkel ezelőtt mindent leegyeztettek, és pontosan mindenki tudja, hogy mit fognak ma aláírni. Tehát igazán ennek olyan tétje, tehát hogy ma úgy beszélgetnek, és akkor hirtelen meggondolja magát valaki. Tehát itt minden le van egyeztetve előre. Nyilván vannak vésztervek, tehát hogyha most itt történne valami, és beteg lenne, biztos vagyok benne egyébként, hogy nem maradna Budapesten, hanem azonnal vinnék a repülőre, és menne vissza Moszkvába. Ha egyébként itt aludna, akkor nyilvánvalóan nem egy-két lakosztályt, hanem a szállodát veszik ki. Tehát azért azt tudni kell, hogyha egy ott alvós, többnapos program van, akkor a biztonsági személyzet az több százas nagyságrendű, és ez az egész biztonsági személyzet ott van vele. Tehát ez 200-300 embert jelent, ami azt jelenti, hogy egy szállodát akkor kivesznek. Most az amerikaiak finoman lehozták, hogy Asperger szindrómás, az is érdekes volt, hogy ők figyelték egy ideig a Putyit, megállapították, hogy ugye hát az autizmus egyik egy enyhébb formájában lehet így mondani szenved, Asperger szindrómás. Jó, hát az, hogy figyelik egymást, tehát az, amit hát előbb mondhatok, teljesen természetes, és hát ténylegesen azt tudni kell, hogy azok az emberek, akik a biztonságáért felelnek, nyilván napi szinten nem tájékoztatják őt arról, hogy ma megint egy támadás készült, vagy 613 levelet kapott. Azt tudni kell, hogy nyilván vannak olyanok, akik egyszerűen csak betelefonálnak, mert berágtak rá, vagy küldenek egy levelet, bolondok, elmebetegek. Aztán vannak olyan terrorszervezetek, hát azért azt tudni kell, hogy a szélsőséges iszlám, illetve hát, ahogy te is fogalmaztál, Balázs, hát azért a csecsenekkel nagyon komoly háborúkat vívtak az oroszok. És hát ott azért volt vérdíj, ott volt bérgyilkos osztag, ott voltak terrorista csoportok, akik egyszerűen meg akarták ölni az orosz kormány képviselőit, és hát ezen belül kiemelt célpont az orosz elnök. Most hogy lehet valaki testőr például? Vagy Putyiról tudjuk, hogy ő bratizik-e a testőröket? Amikor senki nem látja. Én azt olvastam egyszer róla, hogy például, ha nincs meg a hoki csapata, akkor néha beáll a testőr egy kicsit játszani. Együtt hokiznak. Kicsit együtt hokiznak, hogyha kevesebben vannak, akkor azt mondja, gyere, Szergej, állj már be egy kicsit, mert nem vagyunk meg, és akkor az egyik testőr kénytelen korit húzni, és akkor beáll, és ott bakkecskeként ugrabugrál a jégen. Tehát, hogy ő azért így bratizik, vagy róla tudni van? Mert például fogadásokon soha nem mosolyog. Az ember nem látta mosolyogni, néha egy picit, így a szája szegletében. De egy elég nem nagyon barátkozik, igen. Igazán azt kell tudni róla, hogy ő azért egyfajta színházat is játszik. Tehát az, hogy Oroszország egy birodalom, egy erős szervezet. Ő egyébként a Szovjetunióban nőtt föl, ő számára teljes egészében az volt egyértelmű, hogy egyszerűen az orosz birodalmi érdekeket, vagy akkor szovjet birodalmi érdekeket mindenki figyelembe vette. És hát a 90-es években ezt az ön életrajzíró is, de ő maga is elmondta azért, hogy ez őt mélyen megviselte emberileg, hogy az a hatalmas nagy ország, amiben ő fölnőtt, összeomlóban volt. És ő neki ez egyfajta küldetése, hogyha lehet így fogalmazni, hogy újból egy birodalmat kovácsoljon, és hát ebben egy vezető, egy top vezető, az nem egy mosolygós, bratizós valaki. De kérdésedre válaszolva, igen, egyébként a kedvenc sport a judó mellett a jégkorong, tehát így
ténylegesen szoktak játszani. Vannak üzletember barátai, akikkel együtt játszik, és ha nincsenek meg, akkor beállnak a testőrök. Azért a testőrök között két szintet kell látni. Van az a csapat, akikkel kezdett. Tehát amikor ő Leningrád, vagy pontosabban Szentpétervár, bocsánat, Szentpétervár polgármestere, alpolgármestere volt, vagy polgármester helyettese volt, akkor ő azért kemény dolgokkal találkozott, és egy időben őt ténylegesen az ottani alvilág meg akarta ölni. Volt olyan, amikor ő puskával, tehát fegyverrel aludt, és az ő biztonságáért akkor egy csoport kezdett el, hogy mondjam, dolgozni és felügyelni. Ez a csapat a mai napig, ez a belső kör, hogyha lehet így nevezni. Na ők egyébként tudnak az elnökkel együtt jégkorongozni, és van a másik van a másik rész, gondolom. Így van, akik fiatalok, akiket beválasztanak, akik a testőrség túlnyomó részét képezik, nyilván velük nincs ilyen bratizás, meg semmi. De mondjuk egy ilyen judónál, ahol kihívod az elnököt, vagy az elnök azt mondja, hogy szerjó, ott van olyan, hogy a gyerekek olyan, ott van. Hagyni kell a vukit nyerni, ugye volt a csillagokájában, hagyd a vukit nyerni, nem hiszem, hogy ott azért egy folytással ott lekopogtatod vele. Hát, hogy elnök úr, ma én voltam a jobb. Igen. Szép vidék az a Szibéria, tudod, mondja neked erre a putyi, el is lehet oda menni, igen. Tehát ott hagyni kell nyerni, igen. De szeret vadászni, ugye ezt olvassa róla az ember, hogy medvére tigris, és szívesen pózol ilyen félhalott állatokkal, vagy a leszedált állatokkal, hát ez nem egy szimpatikus vonás egyébként. Sok más vonása mellett. Ilyen kalandokban élő ember, nagyon-nagyon lényeges abban az imidzsben, amit kialakítottak róla, hogy ő egy nagyon férfias, tehát, hogy igazán Oroszország egyik erős ember, sőt, talán a legerősebb ember, és hát ebben az, hogy lovagoljon Szibériában, tigriseket félmeztelenül, mentsen meg. Tehát nyilván igen. Félmeztelenül lovagol az ember, teljesen természetes. Pózis. Igen, de hát vannak ugye ezzel kapcsolatban mémek is, amikor nem is lovon, hanem medvén lovagol, meg minden. Tehát innentől kezdve minden az internet megtalálható, de egyébként ő tényleg ezt csinálja, és én azt gondolom, és hát ti értetek végül is így a médiához, tehát azért a média szakemberek föl tudnak építeni embereket, nyilván itt is egy csapat dolgozik mögötte, akik pontosan tudják, hogy milyen üzeneteket kell eljutatni, és mi az, amire az orosz társadalom ugri. Tehát azért azt arra fölhívnám a figyelmeteket, hogy 84-87%-os az ő elfogadottsága Oroszországban, tehát ez hihetetlen népszerűséget mutat, és nyilván ebben a népszerűségben... A maradék 16% már nincs életben. Őnek nehéz a sorsuk. Mernél más mondani, érted? Hát azért... Figyeljetek, mikor él ez az ember? Állítólag van neki két lánya, akiről senki... Állami titok, hogy ők hol tanulnak. Mikor találkozol a lányoddal? Hogy találkozol a lányoddal? Tehát vagy vadászni, vagy tárgyalni, vagy üvöltözöl a Kremben. Skipén felhívják. Igen. Arról van valami hír egyébként, hogy a Szél Kálmán téren letakarták a táblákat, hogy ne húzza föl magát? Erről tudta, hogy a technek kiadták, hogy ne vigyük arra, a kutya fájna, hogy baj legyen. Ne olvas. Három tekesen kikelt, hogy le kellett takarni a Szél Kálmán tér táblákat, hogy nehogy baj legyen. Én azt gondolom, hogy ilyen nincsen, és ő azért a világ egyik legjobb titkosszolgálatában dolgozott annak idején, és ez a világ legjobb titkosszolgálata dolgozik neki a mai napig. Akkor valószínűleg tudja. Ő pontosan tud mindent. Most is hallgatnak téged, Balázs, úgyhogy figyelj. Nagyon fontos kérdés, egy hallgató kérdezi, hogy nyugtassa mindenkit, hogy a konvoj a megye matricát megveszi, ugye? Remélhetőleg igen. Már hetekkel ezelőtt megveszi. Igen, nem, aztán csak külföldi autó van, ugye, mert Merkelnél mi biztosítottuk az autókat, na most ugye ők hoztak. Ugye. Nem használ internetet, hanem csak újságból tájékozódik. Számomra teljesen meglepő, hogy mindenféle technikai kütyűt utál. Ez igaz, hogy szívesen olvas az újságot, de semmi technikai kütyű nincs, csak egy piros meg egy fekete telefon az irodájában körülbelül? Ez a KGB-s múltból adódik, azért azt tudni kell, hogy a 60-as, 70-es, 80-as években azért az orosz titkosszolgálat tényleg technikai szempontból majdhogy nem mindent le tudott hallgatni, és ő pontosan egy olyan világból jön, ahol tisztában van azzal, hogy egy vezető szobájában mit lehet elhelyezni, és ezért ő nem tűri ezeket az eszközöket. Az, hogy ő csak újságot olvasna, ez nem igaz így. Tehát az önéletrajzi könyveiben, illetve én magam is találkoztam olyanokkal, akik dolgoztak mellette. Előolvasnak neki. Nem, ő nagyon komoly összefoglalókat
kap, nagyon sokat dolgozik, az más kérdés, hogy későn kell, tehát egy teljes egészében más életritmus szerint él, mint mondjuk egy normál ember egyébként a hét minden napján, tehát szombat-vasárnap is dolgozik, és hát vannak hírszerzői jelentések, különböző belbiztonsági jelentések, amelyek nagyon részletesek, ezek egyébként papírformátumban ott vannak az asztalán, ezeket mindig végignézi, de egyébként technikai eszközt, tehát monitorokat, laptopot, számítógépet nem tűr el a dolgozó szobájában. Olyan élethelyzet van, amikor mondjuk golyóálló mellényt adnak rá, mondjuk beszédet mond? Vagy politikusokra, vagy felső vezetőkre azt mondják, hogy Putyin úr, ezt most neki a bőre golyóálló. Igen, ezt most azért föl kéne venni, és akkor a Putyin azt mondja, jó, belebújok, vagy nem bújok. Ha lőnek, akkor tök mindegy. Hát nyilván ő dönti ezt el, nem? Tehát van egy javaslat a titkosszolgálati vezetőjétől. De lehet olyan élethelyzet, amikor rájuk is adnak valamit? Lehet, tehát ha azért háborús övezetben van, és én most nem csak Putyinról beszélek, tehát más politikusokról is, tehát azért elképzelhető olyan helyzet, ha jól emlékszem egyébként az amerikai hadügyminiszter is, amikor 2001 és 2002-3-ban a Közel-Keleten volt, akkor volt olyan nyilatkozat, ahol golyóálló mellényben volt. Azért ez egy rossz üzenet biztonsági szempontból. Tehát a politikusok, illetve top vezetők azért nem szeretik ezt, mert hát nyilvánvalóan nem az, hogy bőrű golyóálló, de ők nem mutathatják, hogy félnek. És ilyen szempontból, hogyha te fölveszel egy golyóálló mellényt, és odaállsz a kamera elé, akkor ez úgy látszódik, hogy hoppá, hát igen, én vagyok a világ legnagyobb hatalma, de azért vigyázni kell rám, mert lehetséges, hogy valahonnan jön egy lövés. Tehát ezt nem túl jó az üzenet, nem, igen. Nem szeretik, de van ilyen, és hát Putyin elnöknél is volt. Általában egyébként nem katonai golyóálló mellényt adnak rá ilyen esetben, az látszódik ugyanis, hanem ilyen vékony, tehát amit öltöny alatt vagy ing alatt lehet hordani. De volt ilyen, tehát láttam én is olyan felvételt, ahol azért körvonalazódott, hogy valami van az öltöny alatt. Mi jár annak az embernek az agyában, aki elfogadja ezt a testőri állást, és tudja, hogy benne van a szer, nyilván nincs leírva, de hogy neked oda kell ugranod, hogyha őt megtámadják. Ez egy másfajta gondolkodás, urak. Tehát, hogy ezt nem értik így az emberek, hogy egy testőrnek, tehát elfogadod azt legbelül, hogy az, akire vigyázol, az fontosabb, mint te. De a saját életedet oda tudod dobni. Igen. És ők viccesen néznek egy testőr a Putyi háta mögött. Elnök úr! Nem, tehát azt kell megérteni, hogy ténylegesen akik ő rávigyáznak, nem Putyin elnököt látják csak, és ezek most nem nagy szavak, hanem Oroszországot adott esetben. És ilyen szempontból nekik ez egy, és én ezt tényleg komolyan gondolom, én magam is végeztem ilyen munkát, meg hát ismerem azokat, akik napi szinten ilyet csinálnak, nekik ez egy szent küldetés. És ezt elfogadják magukba. Az más kérdés, hogy nyilvánvalóan egy politikus nagyon sokat tud ezen rontani, tehát hogyha egy nagyon-nagyon rosszul gondolkodó, vagy egyszerűen gondolkodó és lenéző, tehát a saját testőreit nem becsülő politikusról beszélünk, azért nyilvánvalóan egy olyan embert sokkal-sokkal nehezebb védeni. Volt ilyen magyar politikus egyébként, akire vigyáztak, és eléggé egyszerű volt a testőreivel, de hát ez van. A legfontosabb kérdés, és ezt hagytuk utoljára, látta-e valaki a retúrjegyet visszafele? Tehát, hogy biztos, hogy megye. Voltak már itt eleget, oké, hogy megjönne, hogy megye. Ez a kérdés. Vagy leszáll egy gép, leszáll két gép, tudod, trójai faluval megérkeznek, és azt szépen itt. Egy gép, egy gép feljegyet. Láttuk-e a visszajegyet? Biztos, hogy a mai nap folyamán vissza fog menni. Tehát én ebben nem kételkednék. Én azt gondolom, hogy türelmet kell az emberektől, és tényleg ezt tudom mondani, hogy arra a 10 percre, negyed órára, fél órára tényleg türelmesen kell várakozni. Tényleg ő a világ egyik legvédettebb embere, és ilyen szempontból az ő védelme kiemelt feladat, és nagyon sokan dolgoznak ezen, úgyhogy ez tiszteletben. Hát ugye a magyar lakosság, a budapesti lakosság edzett már, tehát itt jönnek, igen, mennek politikusok, szerintem bírják már. Péter, jó munkát nektek, nagyon-nagyon szépen köszönjük. Sok érdekes információt hallottunk. Érdekes és zárt világ ez, az ember ritkán tud ebbe bele pillantani. Köszönjük szépen, jó munkát nektek. Köszönjük szépen, Torjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnek. Köszönjük szépen. 3:48 lesz, pontosan 6 perc múlva jövünk Ákos hírei után.
3:48 lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, mérnek Sárváron, a Fő utcán, három lábúval, úgyhogy mindenki vigyázzon. Két autó karambolozott a Csepel Pláza és a Csepeli McDonald's előtt, rendőri intézkedés miatt lassabban lehet csak haladni. Cartman küldte nekünk. Köszönjük szépen. Aztán Bali, ne humorizálj, mert nem sokára meglátsz egy piros kis pöttyöt a fejeden. Már bebeszéltünk erről, hogy nem sokára kilőnek. Csak mondanám, hogy a feljáró alatt már erők itt vannak, sorakoznak, úgyhogy nem tudom, hogy ez már a délutáni közeledés vagy miatt, vagy a Zsül miatt van. És már szirénázok is, értünk jönnek. Nagyon érdekes beszélgetés volt, nyilván az ember humorizál egy kicsit, hogy oldjuk azt a sok-sok információ, amit hallunk, meg hát mégiscsak egy vidám reggeli műsor vagyunk, de hogy ennyire tényleg zárt világ, nem? És biztos nyilván, hogy ők azért ezt nagyon szeretik, nem véletlen lettek politikusok, de így ezt halva 100 milliárd dollár ide-oda a hatalom, és tényleg a világ mindenség ura, ő ott Oroszországban, nem gondolom, hogy az ember cserélne vele. Tehát egy olyan zárt élete ez ugyanakkor, nem? De minden perc. Félelemmel, szorongással teli dönteni azért egy ország sorsáról, szóval, hogy nem azt, tudom, hogy hiányozná. Nem mehetsz el a haverjaiddal azt este, inni egyet? Hát zárt bajtók mögött, igen. Na jó, de hát azért ez csak nem olyan. Vagy akkor olyankor berendelsz egy megbízható vendégkört, és akkor megnézed, hogy aha, hogy ki a nyitott a párkapcsolat. Jó, értettem. Semmi. De nem hiszem, hogy ők elmennének, nem tudom, egy moszkvai moziba csapni egy ilyen kis görbeestét, azért azt nem tudom elképzelni. Játszunk, itt van már is a játékosunk, Óven bácsival és Beru nénivel, játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Halló Balázs, halló Feri, Móni vagyok. Hello Móni, milyen kis búgó hangod van, Móni. Köszönöm. Jó reggelt, honnan hívtál minket, Móni? Méhkerékről. Méhkerék? Igen. Ez Békés megye. Igen, Feri, tudod. Igen. Mit csinálsz ott, Móni? Gondolom, ott élsz, nem? Vagy ott dolgozol? Igen, igen. Sajnos most nem dolgozom, itt élek Méhkeréken, de már elég rég nem dolgoztam, úgyhogy ez egy kicsit sajnálatos dolog, de szeretnék majd megint menni, úgyhogy... Mit csináltál? Hát irodai asszisztens voltam, irodába dolgoztam, kis levéltárazat. Postára menni, visszajönni. Jó az. Jó is az, igen. És akkor most nem csinál semmit, vagy otthon vagy? Most itthon. Betegeskedtem egy kicsit én is. Ma mi volt, influenza? Na, az is, igen. De vártad mindig az újabbot, hogy még lehessen otthon maradni. Tudom, hogy nem jó az, nyilván jobb melózni. Na, akkor jobb ugás, hát, Móni. Köszönöm szépen. De még keréken éreztek valamit Putyin érkezéséből? Te felbújdult a falu? Teljesen, hát mindenki hatákban állít. Hát ha van valami, hát ha arra is megy. Na, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi, Beru néni, figyelj. Oké. Az elnöki különkép. Szerintem. Igen, most vagy a sugárhajtómű. Atya Isten, titokzatos hang ez, igen. Figyeljön egy rövid részlet az énekből, figyelj. Oké. Hát ez Michael Jackson. Hát ez nagyon könnyű. Michael Jackson. Ügyes vagy. Sokat játszunk mi is egyébként, igen. Sokat játszunk. Hát igen, szoktátok mostanában. Igen. Jól van, na hát ez egy gyors játék volt, nem vagyunk hozzászokva, hogy Óven bácsi, Beru nénit hamar lejátsszuk. Egyébként, Móni, ügyes vagy. Ó, köszönöm szépen. A mézes teádat a gyógyuláshoz egy Klassz FM-es bögréből fogod iszogatni. Ó, a gyönyörű eredetiből. Bizony. Nem kamu bögré. Régóta szerette volna ajándékcsomagod? Ja, hát már nagyon rég hallgatlak benneteket, még a Danó óta, úgyhogy mostanában kezdtem el jelentkezni. Hát mondjuk vártál egy pár évet. Egy pár évig szoktad a műsort. Mondod, hogy majd 5-6 év alatt hozzászoktatod magad, és ha olyan, akkor 5 év után már írsz egy SMS-t, hogy játszanál velünk. Ez jó? Jó. Jól van. Janinak gyógyul ez, már nagyon hiányolom a poénjait. Ja, jó, hívjuk, hogy jöjjön. Én tegnap beszéltem vele, hát a hangja alapján még azért így... Van egy kis pihi. Igen, még egy kicsi pihi kell. Kell neki, igen. Fajanzás, hát ott is az egész család kidőlt, úgyhogy. Na Balázs, te ne dőljél ki azért. Ne, ő kitart már. Kitart még. Még egy ideig bírom. Móni, köszi a játékot. Puszi nektek. Küldjük az ajándékcsomagot. Oké. Puszi. Hello. Ciao. Hello.
Na, tegnap este tévét néztem, egy kicsit körbe rohangáltam a világháló, vagy hát a televízió műsorok között. Azt hiszem az a címe, hogy a leghülyébb Guinness rekordok, de én azt a címet adtam neki magam, hogy a leghülyébb dolgok az életben, amit bevállaltál. Figyelj, következők vannak benne. Azzal kezdődik az így egy alap, hogy van egy lány, aki békatalpal a lábán, tehát búvár uszonyal a lábán gátfut. Megvan. Tehát gátfut a néni. Ez nagyon értelmesnek tűnik. Ez volt az első. Aztán volt egy olyan, ahol egy másik néni fogott egy 8 méternyi madzagot, amit begyújtott az orrán, és kihúzott a száján, és az egész 8 métert, és az a Guinness rekord, mert van, aki 7.50-et már megcsinált, de hogy ő 8-at végighúz. Ez volt a következő. Majd jött egy japán bácsi, aki valami karatés ember, fölraktak 60 darab baseball ütőt, a földtől ugye fölfelé, és az volt a rekordja, hogy hogyan tudod lábszárcsonttal eltörni a baseball ütőt, ami tudod, hogy milyen a világ legkeményebb fája. Ez egy nagyon értelmes műsor. Ez egy nagyon értelmes, ez egy nagyon, nagyon jó. Nagyon értelmes műsor. Időszéli csokat nézted csak. Igen. Aztán volt egy olyan ember, aki a plafonba egy fúró szárat bele rögzített valahogy, rá egy kézi fúrót, rákapaszkodott, és elkezdte nyomni a fúrót, és elkezdett ő maga körbe pörögni, hogy ezt ő meddig bírja. Micsoda, hogy pörgött, meg tudta úgy folyan erősen fogja az egész testvért, megpörgette? Ugye a fúrószárat valószínűleg valahogy berögzítették, és körbe, mint ventilátor. Igen, mint aha. Amikor így kitépi a kezedből a dolgot, és hogy meddig bírja ezt a történetet. Tehát ezek voltak azok, amely versenyszámokban lehetett indulni, és arra gondoltam, hogy magunknak valamit ki kéne találni. Mert hogy mindig vannak ilyen fogadások, és mindig 10 játékpénzben fogadunk, hogy a legközelebbi az legyen már olyan valami tökös, hogy tényleg... Hogy egy fúrófejet rögzítsek bele a falba, és pörögjek. És egy órát pörgünk. Aki veszít, egy órát pörgünk. Nekem ez nem kell tévéműsor, én tegnap így jártam, hogy teljesen értelmetlen dolgot csináltam. Behűítettek, hogy van egy, illetve behűítettek, tanácsolták, hogy van egy ortisztító szerkezet a gyereknek, amit patikában meg lehet venni, ami arról szól. Nem, pumpa, amiben te sós vizet raksz, megnyomod a pumpát, és átkeringeti 600 ilyen termék, 600 különböző gyártótól, tehát egyáltalán nem reklám, meg nem is mondom a nevét, mondom, itt az időben ikém. Tiszta lesz az orrod, most ez a beavatási szertartás. Mondom, gyere, megcsináljuk. Menj így rám nézni, apuci, először te. Most itt éreztem, hogy baj van. Következőről szól a dolog, egy sós tartály, egy tartály, műanyag tartályban te beleöntesz sót, amihez desztillált vizet, vagy tisztított vizet adsz, hogy miért kell, nem tudom, mondom, de desztillált víz, az a gyengéknek van, sima csapvíz. Megengedtem. De figyelj, sima konyhasó? Nem, valamilyen sós oldat, amit te beleöntesz. Elolvastam, nem tudom. Ilyen-olyan vegyületek vannak benne, de tiszta, tehát nincs benne tartós, stb. És mondom, hogy Berike, van ide az orrodat, megnyom a pumpát, belemegy a füledbe, fölmegy az orrüregbe, ki, és azt mondja, hogy hagyd nyitva a szádat, mert egyébként eldurran a füled. Az utasítások mellé. Túlnyomás. Mert túlnyomás van. Ha el van dugulva az orrod, nagyon ne használd. Ha baj van a füleddel, ne használd. Ha műtöttek, ne használd. Átolvastam, mondom. Belefér. Benikém, gyere, mondja, apuci, te először. Jó, mondom, nem vallhatok kudarcot. Meg kell mutatni a gyereknek, hogy mégiscsak férfi van a háznál. Behajolsz a mosdó felé, a pumpát feldugod az egyik orrjukatba, és mint egy ilyen a parfümnek, a régi parfümöknek a pumpás részét, hogy megnyomod. A maga a műanyag üvegben van egy cső, ami ugye felszívja a vizet. Gyerek így áll. Néz rám nagy kerek szemekkel. Hol jött ki a folyadék? A másik orromba? Semmi volt, hogy benyomtam az orrom, és kicsit elbizonytalanodtam. Akkor átraktam a másik orromba, mondom, mert én nem akarod, te biztos először. Na, puci. Te vagy rám szólt a gyerek fölött, hogy nyisd ki a szád, mert elfelejtettem kiinni a számot, annyira koncentráltam, behajoltam a mosdó fölé, na mondom, férfinek kell lenni, lesz, ami lesz, megnyomtam. Ha éltél már dulva fájdalmat, konkrétan olyan volt, mintha belülről egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen, vannak azok a pumpák, amivel ugye felfújják a kereket, tudod, a benzinkút, négy bárral felvezetek volna, konkrétan a garaton mögül ömlött ki a víz a számból, könnyezett a szemem, eldurrant a jobb fülem, és mondja a gyerek, hogy ez nem tetszik. Elment legózni. Mondta, hogy ezt ő nem. 10 percig álltam a mosdó fölött, mire visszajött a látásom. Konkrétan nem mondom, hogy nincsen semmi baj. Átettem a másik orjukat. Gyere, Benni, mutatom a másik lyukat is, gyere vissza! Figyelj, ha éltél már fájdalmat, tudod, amikor a fagyi fájás, amikor így nagyon fáj, folyik a torkodon, jön ki a víz, az orrodon folyik, és ömlik a könny a szemedből. Mi? Ezt akartam megcsinálni a gyereken, de hát gondoltam, jó szülőként ezt először kipróbálom. Én nem tudom, ez gyerek, hogy éli túl. Olyan szinten fáj. Mi lesz, hogyha ez, tehát ha túl? Állítok, belemegy az orjáratba, és mindent kitiszt. Marha jó. Semmivel se lettem jobban, viszont 12 percig megvakultam. Tehát nem láttam. Szerintem azért van most az ordugulásod. Jaj, sokkal rossz. És sokkal rosszabb. Figyelj,
Ennyi hülyeséget megvetett meg az ember. De nagyon jó, nézd meg, főleg az, hogy ugye irányt mutattál a gyereknek, mert a gyereknek most már tudja, hogy először, igen, először ne rajta. Ezt akartam mondani, hogy most már tudja, hogy mit nem szabad csinálni. Még tehát mindig, látta apun. Még mindig ordítanat, ez szörnyen fáj. Na jövünk majd a hírek után, arról beszélgetünk, hogy Ferenc pápa szerdán a Szentpéteren téren tartotta meg az általános kihallgatást, és Kerekperec kijelentette, hogy önző dolog, ha valaki úgy dönt, hogy nem vállal gyermeket. Hát ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a gyerekvállalók csúnyán néznek a gyereket nem vállalókra, a gyereket nem vállalók pedig sokszor mondják, hogy hülyék vagytok, oda dobtátok az életeteket valaki másnak, nem vagyok önző, egyszerűen nem vállalok gyereket. Ők sokat vitatkoznak egymással. Gyerek kontra nem gyerek. Ugye ez egy érdekes dolog? Így van, és azért is érdekes a dolog, mert ugye a katolikus egyház feje mondta ezt, akik hát ugye nem vállalnak gyereket. Hát igen, de mégis azt mondta, hogy tessék gyarapodni, gyereket vállalni, mert hogy önző dolog az, ha valaki nem vállal gyereket. Mi keresünk olyan szülőket, illetve nem, az egy képzavar lenne, meg sok minden más ellenmondás. Aki nem vállal gyereket. Keresünk olyan szülőket, akiknek még nincsen egy gyerekei. Keresünk olyan embereket, akik mondjuk úgy döntöttek, hogy ők nem akarnak szülni, nem vállalnak gyermeket, hogy meghallgathassuk a miérteket. Hogy miért dönt úgy mondjuk egy 30 éves nő, egy 35 éves nő. Egy palinál jobban megértem, egy nőnél szerintem erősebb az ösztön, hogy utódokat szülni. Úgyhogy elsősorban nők jelentkezenek. Hát ha találunk valakit, aki elmondja, a gyerekek 43 éves vagyok, a büdös életben nem akarok gyerekeket, utálom a gyerekeket, és én nem teszem tönkre a saját testem. Mert például ez is egy indok lehet. Benne mindig, hogy a sokféle ér van benne szerintem. Nem akarja a saját életét, a kis nyugalmát tönkretenni. Ezek lehetnek? Igen. A legfőbb indokok? Igen, és most nem arról van szó, hogy akinek nem lehet, de akar, hanem olyanok, akik nyilván értelemszerűen tudatosan nem vállalnak gyereket, mert azt mondják, hogy nem áldozzák föl az életüket. Mm-hmm. Jó, hogy meghallgassuk az érdeket. Azt, hogy az ember miért vállal, azt mi tudjuk. Hát így alakult. Igen. Persze, hogy tudjuk. Becsúszott, Istenem. Nem tudtunk, mit csinálni. Úgy csináltuk, ahogy kellett volna, persze, hogy tudjuk. Igen. Nem mondtak, nem figyeltünk eléggé. Jó? Úgyhogy erről beszélgetünk majd a hírek után, 4 perc múlva 8 óra. Jövünk Ákos hírei után. 8 óra múlt, pontosan 10 perccel, szép reggelt kívánom minden morning show hallgatónak. Itt vagyunk, Jánosunk még beteg, de reméljük, hogy holnap lesz. Tegnap este értekeztünk, beszéltem vele, hangja alapján még 3 hét távol lét. Szegény. Tehát az én hangom náthás, akkor az ő hangja konkrétan felismerhetetlenségig torzult szegénynek. Ráadásul már szegény virág is antibiotikum kúrán van. Úgyhogy a vírusból ott valami felülfertőződés lett, és átment ilyen bakteriális dologba, úgyhogy János, nem tudom, hogy mit szed, de nincs túl jól. Úgyhogy egyelőre drukkolunk neki, mi még tartjuk a frontot. Én már elvérezni látszom, de még a dolog nem komoly. Nem adhatod fel több ok miatt. Sem egyrészt a család, másrészt a rádió. Egyszer valaki jól lenne kiállni, és elmondani, hogy mi a fene ez, ami mérgez bennünket, gyerekek. Ez nem az, mint 5 éve. Tehát ez gyilkos. Egyszerűen hullik mindenki. Tehát nincs olyan család, ahol lenne egy egészséges ember. Mi ez? Mi ez a mutálódott vírus, ami ilyet okoz, hogy itt mindenki ennyire lerobban? Janina, nem lehet, hogy az oknis topoláshoz használt pambutfonát csúszott fel az orrába is. Az lehet egyébként, igen. Az, hogy rászakadt a fregoli, miközben zuhanyzott, és fölötte ott volt a kiteregetve a mosott zoknik, és megcsúszott a szennyes ruhára, mint taposott éppen zuhanyzás közben, mert ugye ő úgy mos, hogy egyszerre fürdik is. M5-ös azt mondja, hogy 2 civil rendőr furgont vizsgál méghozzá a kecsői pihenőnél. Úgyhogy ott mindenki vigyázzon. Pécs-Siklósi úton a temetőnél van egy trafing. M0-áson minden felüljáró rendőr, gyerekek. Ezt Töki küldte nekünk. M7-es 26-os kilométer Budapest felé kamion a leállósában ment és folyik. Könyves Nándi üzeni, valamint Gödöllő mellett a Kukoricában Google. Jaj, nem, ezt nem tudom elolvasni. Erzsébet fasor szinte áll. Anyóst orba verve kidobtam a kocsiból, mert oroszul hablacsolt nekem. Ezt István küldte nekünk. Szolnok, Tószegi úton mérnek. Valószínűleg régi géppel, mert a rendőr szundít. Ezt igen, ott nem kell figyelés. Ott nem kell figyelés, igen. M3-as Budapest felé vezető szakaszán a 214-es és a 204-es kilométernél is mérnek, úgyhogy mindenki vigyázzon. Most mi van, hogyha elkezdik biztosítani ezt a bevezetőt, az M3-as bevezetőt, és történik egy-egy baleset? 5 perccel a lezárás előtt. Na, ott van kapkodás, mi? Hát azt akkor meg kell oldani. Akkor azonnal elvontatás, lekordonozás. Hát vagy útvonal alatt módosítás, gondolom. Hogyha jön a delegáció. Na, gyerekek, egy nagyon érdekes dolgot mondott újra a pápa, és én megmondom őszintén, hogy sokáig kedveltem őt.
De most. De most egy kicsit én azt gondolom, hogy nem teljesen értek vele egyet, ráadásul nem tudom, hogy oka és lehetősége lett volna ezt mondani. De nézzük meg, hogy mit mondott. Ez ugye mindig egy örök kérdés a gyerekvállalók és a gyereket nem vállalók között. Ez egy ilyen macska-egér játék, hogy a gyerekvállalók mutogatnak arra, hogy te nem vagy igazi szülő, nem vagy igazi ember, mert te nem vállalsz gyereket, és önző vagy. Azok, akik nem vállalnak gyereket, pedig megtehetnék, nyilván nem azokról beszélünk, akiknek mondjuk nem lehet, azok azt mondják, hogy nem tartom magam önzőnek, csak nem akarok gyereket, de ettől én még ugyanolyan ember vagyok, mint te, csak máshogy gondolom, nem önző vagyok, csak nem szeretnék gyereket. De mindig te mert önző vagy. Mert egy önző ember. Igen. Na, mindjárt ezt kifejtjük. Én ezt picit máshogy látom, de beszéljünk róla. Ugye, Ferenc pápa tett egy érdekes kijelentést, miszerint, ha valaki nem vállal gyermeket, akkor önző és egy önző dolgot hajt végre, és tessék gyermeket vállalni, és tessék szaporodni. Mondta ezt Kifejtette bővebben az egyház fő, vagy csak ennyit mondott, mert ugye nyilván van egy olvasata a dolognak, ha erről nézett, ha arról nézett, de én gyakorlatilag ezzel egyet tudok érteni. Igen, már elmondom, mit mondott, és akkor utána beszélünk. Azt mondja, hogy az utódok ellenek, szaporodással az élet megfiatalodok, és nem utolsó sorban lesz, aki gondoskodik rólad öreg napjaidban. És... azt mondja, hogy az egy depressziós társadalom, ahol az emberek fukarkodnak azzal, hogy gyermekeknek adjanak életet, és ha nem szereted magad gyermekekkel körülvenni, akkor hát egy depressziós társadalomban élsz, te is depressziós leszel. Ez egy nagyon érdekes megközelítése. Na most, fura az ő szájából, tehát nézzük ezt, ugye, hogy azért kezdjük innen. Jó, ők az életüket másnak adták oda, ugye, tehát az isteni szolgálatnak, ha akarom, akkor ezelőtt felmentem abból a szempontból, hogy a... Na várjál, de innentől kezdve senki ne dumáljon. Ne jöjjön itt ezzel vasárnapi meghallgatással. Ez nem így van, tehát hogy az hogy ha te nem nevelsz gyereket, és neked nincs, ez tényleg olyan, mint a beordibálnál a pálya széléről, hogy írja egy hallgató, hogy te ott mit csináljál, miközben te nem tudod, hogy mit kell csinálni, nem? Tehát... Neki nincs. Neki millió számra vannak gyermekei, az ő báránykái. Érted? Az sokkal nagyobb felelősség. Na most azonnal szembe kell köpjem saját magam az előbbi mondataimért, mert a pápa azt mondta a többi között, hogy te olvastad föl most, hogy és akkor hol az önzőség? Hogy azért is csinálj gyerekeket, hogy időskorodra legyen, aki segít a bajban. Időskorodra legyen, aki segít, igen. Akkor ez egyébként már maga önzőség, ez is, de fordítsuk vissza a dolgot. Én úgy éltem az életemet 37 éves koromig, hogy ezt kerekperec kijelentettem, tehát én ismerem azt az oldalt is, hogy nekem nincs szükségem gyerekre. Én nem akarok gyereket. Ezt mondtam az aktuális páromnak is éppen. Aztán, igen, csak aztán a negyedik hónapban tudtad meg. És de az már egy másik történet volt. Hogy miért három hónapig hallgattak róla. De hogy miért mondtam ezt annak idején? Most kezdtem el gondolkodni rajta, mert most már, hogy van viszont két gyermekem, most már tudom, hogy a világ legnagyobb baromsága lett volna kihagyni ezt a történetet. De miért? Ez egy olyan hülye megközelítés, hogy önző az, aki nem vállal a gyermeket. Miért? Mert a saját életedet helyezed előtérben. Ugyanis de miért? Azért, mert... De miért? Ez mondom, egy baromság. Mert azokat az indokokat sorolod föl, hogy majd nem hagy hétvégén aludni önző vagy, akkor igen. Nem mehetek el bulizni bármikor a barátaimmal. De ez egy nagyon önző, demagóg, igen. Demagóg megközelítés. Azok iránt, vagy azokkal szemben, akik nem vállalnak gyermeket. Biztos, hogy mindenki azért nem vállal a gyermeket, de hétvégén 10-ig akar aludni? Hát szerintem ez is benne van. Hát miért? Mit tudsz fölhozni? Miért nem válasz? Hát hogy miért azért nem vállalok? Azért, mert a karrieremet építem. Ez egy hülyeség. Hát de ezek az indokok szoktak elhangozni. Nem fér... ez nem így van. De. Hát azért ez sokkal árnyaltabb. Szerintem ezt szokták mondani az emberek, nem fér bele az életembe. Nincs rá időm, meg fogja borítani az én most kialakult jó életemet. Az, hogy valaki szereti az életet, az, hogy valaki élvezi az életet, az, hogy attól valaki önző, tudod, mit gondolok én erről? Hogy aki egyébként föl kell hatkul a gyerekkel, és nem alszik a gyerek, és a rohadt pipa, hogy föl kell kelni. Nem hülye, mert én is kellek, az mondja arra, akinek nincs, hogy azért, mert te önző vagy, mert kicsit egyébként lehet, hogy savanyú a szőlő. Érted? Tehát miért a gyermeknevelés az élet egyetlen célja? Tehát a gyermeknevelés, valakinek nem lehet más célja az életben? Valaki nem mondhatja azt, hogy egyébként a társadalom szolgálatába áll, beteg emberek szolgálatába áll, kiteljesedik a párkapcsolatában, kiteljesedik egyedül, a célja az, hogy ő spirituálisan fejlődjön. Tehát mindenki, aki egyébként nem vállal a gyereket, az azért nem vállal a gyereket, mert nem akar 10-kor reggel fölkelni. Ez egy hülyeség. De ez akkor nem azért így van. Önző. Hát azért nem vállalok gyereket, mert megtaláltam másban az én életem értelmét, és nekem jogom van egyébként az én életemben olyan értelmet találni, ami
neked jogod van nem önzőnek mondani, mert az a te álláspontod, hogy önző vagyok. De gyerekem, érted? Nem azért van, mert nekem most már az az életem értelme, és nincs más célom az életben, csak a gyerek. Nem, én nem azt mondom, de hanem akkor azt mondta... pont önzőség, ha azt mondod, az megint önzőség, nem. Hogy az én életem kiteljesedett azzal, hogy a Széchenyi dolgozom. De miért? Hát pont ez a lényege, hogyha valaki mondjuk párkapcsolatban él, és kiteljesedik az élete, ha valaki segít, ha valaki olyan társadalomban él, ahol nem tudom, mit tudom én, beteg emberekhez jár be, és ő abban teljesedik. És mondjuk ápoló, és azt mondja, hogy figyelj nekem, ez egy teljes élet, hogy én segítek az eleteseteknél, én nem akarok gyereket, akkor én önző vagyok, mert én nem szülök gyereket. Ez egy hülyeség. Hát nekem, én kiteljesedhetek máshol is. Az, hogyha azt mondja valaki, hogy önző, az a gyerekes szülők irítsége. A gyermektelene, hogy a te aludhatsz tízig, na rohadjál meg, önző vagy. Nem, nem, hát azért az életnek van más értelme, mint a gyereknevelés. Holott szerintem a legszebb a dolog. A te életedben se a gyereknevelés a cél. A gyereknevelés egy állapot van. Neked most már te nem engedtél el semmit azért. Hát szerintem nagyon sok lemondás, de szerintem a gyermek... Én ezt a múltkor is elmondtam, de a gyerek az első pillanat, amikor te magadat hátraszorítod. Addig senki. Se a párkapcsolat, se az élet, se a munka, mindig magadnak vagy az első. Mikor reggel 6-kor föl kell kelni, mert üvölt, akkor már megteszed valakiért. Onnantól kezdve már nem, én már nem magamnak vagyok a legfontosabb, már nem érdekel, mit csinálok. Mert fontos lett a gyerek, persze. Az de a lényeg, hogy nekik legyen jó. Ugyanúgy éled az életedet. De nyilván, nagyon sok lemondás. Nagyon sok lemondás beintegrálva a gyereket a sztoriba, de ugyanez az, hogy ő benne van a te életedben, egy csomó boldogságot. Igen, de már nem te vagy. Igen, valóban nagyon sok mindent kap az ember, és szerintem is az élet legszebb dolga, de már nem mész el 3 hétre nyaralni, már nem utazott körbe a világot, már van egy éves, meg egy 5 éves gyereket, egy csomó mindenről lemondasz. De majd körbe én erre nagyon berágok, mikor egyrészt valaki olyan mondja, hogy az önző, akinek egyébként nincs és nem nevel egy gyereket se, és egyébként nem tudja, hogy milyen gyereket nevelni. Kettő, hogy ezt pont a katolikus egyház mondja, akik egyébként egy csomó olyan programot utasítanak el, ami egyébként a Lombik program, meg ami a mesterséges megtermékenyítés, meg brutálisan eltusolják egyébként a gyermekmolesztálást. Tehát ezért ne felejtsük, a gyerek annyira fontos érték, amit a pápa is mond. Aha. Tök jó, persze, fontos. Akkor miért titokba tartani ezeket a gyerekeket egyébként tucat számra, ezer számra molesztálják, érted? Szóval, hogy egy kicsit ilyenkor mindig elborul az állam. Nagyon fontos a gyerek, meg akkora érték, akkor az álljunk ki amellett. Ezeket a gyerekeket sokszor bántják egyébként egyházi képviselők, nem? Ezt a részét engedd el, ma már elég az oroszokat magunkra harapni. Nem akarok ebbe belemenni, csak ez kicsit szerintem álszent, főleg olyantól, akinek nincs, de figyelj, szóval mondod, a te érved most az előbb az volt, hogy mert nem tudod majd körbeutazni a világot. Figyelj, eltelik 20 év. És elhussan. A Noel is nagy lesz így, már. Így van. Mindenki, mehetsz megint. 57 éves leszel. De nem azt mondod. Érted? Tehát, hogy ezek, azok majd visszajönnek, de hogy egy olyan dolgot veszítesz el az életedből, ami egy fontos. Tehát, hogy ha azt mondod, hogy én alkalmatlan vagyok, én nem érzem magamban a spirituszt, igen? Az is önzőség. De miért lenne önzőség? Hát mert a saját életedet teszed előtérbe. Miért? De ez egy hülyeség. Már bocsánat, hogy ezt mondom. Egy alkalmatlan szülő, aki beismer egy alkalmatlan, de szül, nem önzőbb, de, mint aki rosszabb. Egyébként beismeri, hogy alkalmatlan, és azt mondja, hogy figyelj, nem lennék jó apa, nem szülök, nem okos ember az, aki így gondolkodik. Szerintem nagyon. Mi történik? Alkalmatlan, hogy gyereket válasz, megnyomorítod a saját életedet, megnyomorítod a gyereked életét, mert alkalmatlanul vállaltál szülőt egyébként, belenyomorodsz a házasságodba, agyon kloffolod a két gyereket, mert nincs hozzájuk elég türelmed. Nem bölcsebb az az ember, aki azt mondja, hogy figyelj, 50 éves vagyok, türelmetlen lennék, valószínűleg lehet, hogy félrelépnék, valószínűleg lehet, hogy nem nevelném föl őket, nem tudom, én még X dolgot meg akarok élni, inkább nem vállalok, mert vagyok annyira tudatos, hogy nem teszem tönkre annak a gyereknek az életét, akit vállalok. Nem okosabb az biztos, ember? Biztos, hogy tönkre tennéd? Nem lehet, hogy amikor erre rájöttél? Te mondtad, hogy ugye az, aki nem vállal, az lehet, hogy azért nem vállal, mert nem lenne jó apa, és aki tudja magáról, és azért nem vállal, szóval, hogy... De ha már nagyon... tudod magadról, akkor nem akarsz megtenni, mert akkor tudod a hibáidat, hogy ezeket a hibákat, vagy most... De miért a gyereken kéne kísérletezned? Hát nem, már tudod... saját magadon előbb változ meg, és aztán csinálj gyereket. Aha. Én nem tudom, én nagyon sok más dolgot látok, ami az ember életének értelme lehet, mint hogy azt mondjam, hogy nincs gyereked, 50 éves vagy, nő vagy, önző vagy. Ez szerintem egy kicsit igen. Mert ott is miért nem? Van egy csomó nő például, azért nem... Az élet egyetlen értem a gyerek. Nem, én ezt nem mondtam. Még egyszer mondom, nem kell elengedni a nagy céljaidat a gyerekért. A párhuzamosan mehet a kettő. De az a nő például, aki azt mondja, hogy én azért nem szülök, mert tönkre megy a testem, igen? Azt egy elfogadható indoknak tartjuk. Hogy egyébként a férje akar, minden rendben van, alkalmas lenne anyának, lehet, hogy csodás családjuk lenne. Én ezektől a nőktől mindig azt kérdezném, hogy jó, akkor mi lesz 60 évesen? Na.
Tehát, hogyha te attól félsz, hogy mi lesz, tönkre vagy a tested a gyerekem, mi lesz 60 évesen? Hál' Isten, már látom a nagy telefonál, mindjárt jelentkezik ráadásul nő, aki nem vár a gyereket, nagyon szívesen meghallgatjuk az indokot. Szerintem neki az öregedés nagyobb csapás lesz. Tehát, hogyha egy nő nem vállal a gyermeket, mert félti a testét, én még őt sem mondanám önzőnek, ez egy racionális gondolkodás. Aha. Figyelj, nem vállalok. Én, nekem a saját testem fontosabb. Ha utána jobb az, ha megszülni a gyereket és megutálná azért, mert belenyomorította a saját életébe? Nem okosabb nem, akkor, ha nem szül. Nem, de okosabb, ha elfogadja. Az ilyen nőktől azt kell mondani, hogy figyelj, 60 évesen is meg fog változni a tested. Azt hogy fogod feldolgozni? Na, hát akkor a probléma nincs megoldva, tehát a gyerek nem megszületése az nem lesz a probléma megoldása, mert 60 évesen újra szembesül ezzel a dologgal. Uh-huh. Te mondtad ki, hogy miért nem szül, azért, hogy a teste ne nyomorodjon meg. Tehát ez mi? Szerintem önzőség. Uh-huh. És mindenki, aki nem vállal a gyereket, az önző? Nem, azért nagy kalapban nem lehet betenni őket. Biztos van olyan, aki ezt racionálisan. Aki úgy dönti, hogy nincsenek körülményei, aki úgy gondolja, hogy nem csinálná jól, aki úgy gondolja, hogy az ő életének értelme az, hogy nem tudom, vezet egy társaságot, és nem tudom, vagy egy vállalkozást, és ő abban akar kiteljesedni. Hát annyi aspektusa van a kiteljesedésnek és a szabad akaratnak. Ez a pénzügyi dolog nálunk falunk mindig azt mondják, hogy ahol két ember eszik, ott eszik a harmadik is. Tudom, hogy az élet nem ilyen egyszerű, hogy csak enni kell adni a gyereknek, mert az iskola, de mi is fölnőttünk valahogy, nem jártunk fizetős iskolába, és meg vagyunk, itt vagyunk. Tehát ezt én annyira ezt a pénzügyi vonalat nem mindig érzem jogosnak. Ha valakinek az élete egyébként kiteljesedett, és céget vezet, épít nagy dolgot, tudományos kutatást végez, hogy amellett nincs, azt el tudom fogadni, de az is egy picit, tehát a szó klasszikus értelmében az önzőséget mondhatod rá is, mert ő önző módon az életét választotta. Azt de az életét, amit most élt. Most itt egy kicsit az önző szó értelmében. De csak akkor nem vagy önző, ha te lemondasz a saját életedről? De nem mondasz le róla. Nem úgy értem, hanem azt mondod, hogy te a saját életedet tartod a legfontosabbnak, és a saját szellemi fejlődésedet, kiteljesedésedet, akkor te ettől önző vagy, mert szerintem nem, de már nem tudjuk a vitát tovább görgetni, mert ugyanazt ismételjük, viszont van egy hallgatónk, aki nem vállal gyermeket, és lány. Hello, Szilvi, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Na, hát tudtuk, hogy ez olyan téma, ami kiveri a biztosítékot. A gyerekesek újjal mutogatnak a gyereket nem vállalókra, a gyereket nem vállalók, vagy tudatosan a gyerekről lemondók azt mondják, hogy már pedig lehet, hogy a gyerekvállalás legalább ugyanakkor önzőség. Én nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy te mit mondasz. Te hány éves vagy? Bocsánat, hogy megkérdezem, de hát ez most fontos. 24 éves vagyok egyébként, de én másképp gondolkozok egyébként alapjáraton, tehát én idősebbnek gondolom magam, mint ami a valós korom. Tehát így alapjáraton, hogy én nem is Magyarországon élek már, tehát hogy az is már egy nagy döntés volt, úgy gondolom, és én a férjemmel jöttem ki ide Ausztriába, tehát hogy és nekünk ez egy közös döntésünk, hogy mi esetleg nem szeretnénk. Tehát ez nem csak amit én úgy gondolok, hogy szörnyű a világban, hogy nagyon sok ember nem meri kimondani, hogy mitől lesz boldog. És esetleg ez lehet az, hogy én nem vállalok gyereket, hanem konkrétan, mint ahogy mondtátok, hogy inkább a párkapcsolatomban teljesedek ki, inkább a karrieremben teljesedek ki. Igen, tehát így nem is nagyon tudnám magamat elképzelni. Én olyan helyen dolgozok, ahol vannak kis tanulók is, és annyira sokszor látom, hogy konkrétan otthonról nem kaptam meg azt, amit én például otthon megkaptam, tehát én ezért vagyok jól nevelt. Na, de hát akkor ezt tovább tudnád adni a gyerekednek, és egy boldog gyerek lenne melletted, nem olyanok, akik most vannak, akik nem kaptak meg otthonról semmit. Nem? De mi az alapvető okot, hogy nem akarsz? Az a baj, megmondom viszont, mi a baj ezzel a beszélgetés, hogy picit nekem még azért vagy fiatal, mert 24 igen, évesen azért még sokan gondolják, hogy én nem akarnak gyereket. Tehát ez nekem akkor lenne érdekes ez a beszélgetés, ha te mondjuk 43 éves lennél. Mert 24 évesen az ember azt, hogy nem akar gyereket, egy 24 éves, 10-ből 8-24 éves egyébként nem akar gyereket. Persze, én 32 persze, évesen persze, is azt mondom, hogy 30 évesen is, hogy hát basszus, azért még ezt gondoljuk át egy kicsit. De hogy 24 évesen értem, de hogy 24 évesen tehát nincs olyan tinédzser, aki ne tanulni akarna, ne a saját testével foglalkozna, ne, tehát ez... Értem, hogy mit mondasz, csak még 20 évet kellene hozzáadni a te korodhoz, hogy izgalmas legyen. Én ezt így konkrétan értem, csak például nekem úgy képzeljétek el, hogy nekem egyébként pont az a korosztály, akit most itt említettétek, ők az én barátaim, tehát én a saját korosztályomban nem is nagyon értem meg magamat. Tehát én nekem tényleg én amikor valakivel beszélek, tehát nekem a legjobb barátnőm is már 30 felett van, uh-huh. Tehát hogy így én a saját korosztályomban abszolút nem érzem jól magam. Nekik van gyerekük? A barátaidnál vannak gyerekek? Nincs. Ja, ott sincs. Ők mit mondanak? Ott miért nincs? Egész egyszerűen azért, mert ők mondták, hogy ők esetleg szerettek volna, most egy konkrét
a barátnőmről beszélek, ő szerethetett volna, de mikor lehetett volna, akkor nem utána, tehát akkor a párkapcsolatában mégsem úgy alakultak a dolgok, akkor utána az anyagi dolgokat említettek. Neked van párkapcsolatod? Nekem van pár. Jó, figyelj, igen, egyébként mi az alapvető indokod? Mi a legfontosabb, hogy megváltozik a tested, azt mondod? Hogy azért nem? Nem, tehát én úgy érzem, hogy nem vagyok készen arra, tehát az, hogy a testem megváltozik, nyilván az is fáj, de nekem inkább az, hogy ennek egy lelki változás van, tehát nekem egész egyszerűen az, hogy nem, tehát önző, lehet, igen, mondjuk azt, hogy önző vagyok, tehát én akkor már most már nem csak magam miatt vagyok, nem csak a férjem miatt vagyok, nem csak a munkahelyem miatt vagyok, hanem van még egy ember, akiért én felelősséget kell, hogy vállaljak, és én erre nem vagyok készen, tehát hogy így ja. Hát jó, értem, persze, de hát 25 évesen az ember ezt még, azt lehet, hogy azért 35 évesen máshogy gondolkodni, az is benne van, hogy 45 évesen se lesz gyereket, csak igen, 25 évesen az ember még azért ettől megijed, de felnőtt férfiak is megijednek, tehát hogy 30-35 évesen persze, az ember meghalhatja, hogy a párja teres és összetolja magát, nem? Hát azért ez egy ismerős életérzés, hogy úristen, na most mi lesz, ezt nem tanítják, nem tudsz felkészülni, nem tudod magadról, hogy milyen szülő leszel, aztán az ember teszi a dolgát és próbálja a legnagyobb tanítást élvezni az életben, ami a szülővé válás szerintem kár lenne erről mondani, tehát én azt hiszem, hogy mégis azért abban a szempontból Ferivel értek egyet. Én nem mondom önzőnek, akik nem vállalnak, de a legnagyobb kaland az életben. Tehát sok olyan kaland van, amit az ember megélhet egyedül, a legnagyobb kaland az akkor is az, hogy kézen fogva a gyerekeddel elmész, valahova is tanítod egy csomó mindenre, de 25 évesen még azért ez szerintem változhat. Köszi a beszélgetést, ciao. Köszönjük, hello. Hello, ciao. És ha egy férfi mondja ugyanezt, megbocsátóbbak vagyunk, mintha egy nő. Nyilván a nő szájából igazi eretnekség ez. Tehát, hogy egy nő, aki ugye arra született, hogy szüljön, hogy utódokat hozzon a világra, azért a pasikról tudjuk, hogy sokszor öncőbbek, nem? Tehát ha egy nő kimondja, gyerekek, 40 éves vagyok, Anna, ha ilyet találunk, jó, 40 éves, 45 éves, tehát hagyjuk a tínédzsereket, hogy ugye hát nem, hát 23 éves, nem akar gyereket, tehát 23 évesen szinte örültem, ha én tudtam, hogy készül a gyerek. Nem, Zsuzsán, hogy hát az rotán sejtéseink voltak. Jó. Igen. Hogy egy nő szájából érdekel ez a dolog. Igen, mondjuk egy 50 éves nő szájából, hogy mi mást talált, azért a nők legtöbbször nyilván kódolásnak köszönhetően életük értelmének találják azt, hogy előbb-utóbb utódoknak adjanak életet. Az az izgalmas, amikor egy nő más talál, hát nem? Vagy miként szerítjük őket ebbe a szerepbe, hogy te a test vagy, ugye, és azért vagy a világon, hogy gyereket szüljél. Tehát ez is egy érdekes dolog, hogy a nő például azért nem merik mondani egy csomószor, hát, mert hiszen ez hát az a párkapcsolata? Igen, általános elfogadott vélekedés, hogy nyilván a család, az otthon melege és a gyerek szülése, ezt mi férfiak nem is tudjuk megoldani nyilvánvalólag, de hogy ott egy férfinál könnyebben mondod azt, hogy jó, hát éjjel a világ. Én szeretem azokat, akik kimondják, hogy én nem. Tehát ugye nagyon bátor dolognak tartom, főleg amikor van egy ilyen komoly társadalmi elvárás, hogy mindenki szül, amikor már mindenki szült körülötted, amikor te már kicsit úgy érzed, hogy jaj, ha nekem nem lesz gyerekem, akkor én kiugrom a társadalomból, nem fognak elfogadni, máshogy néznek rám, megbélyegeznek. Ott egy nő bemondja, hogy figyelj, én nem akarok gyereket, mert más céljaim vannak, és én abban igenis kiteljesedem. Az egy nagyon, nagyon érdekes dolog szerintem, de hogy én ezt elítélni abszolút nem tudom. Nagyon sok SMS jött, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel. Ha valaki van abból a korosztályból, akiről beszéltünk, 40-45-50 éves, és nem vállalt gyermeket, teljesen tudatosan így jön nekünk, hogy vissza tudjuk hívni. Jó, 9:30 volt pontosan egy perccel, rengeteg hozzászólás jött, úgyhogy jövünk mindjárt az SMS-ekkel és egy hallgatóval, Ákos hírei után. 3:49 lesz, pontosan 5 perc múlva, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Fú, gyerekek, hát még kasban nyúltunk, itt aztán a gyerekesek osztják a gyerekteleneket, akik nem vállalnak. Tudatosan nem vállalnak, önzőnek mondják azt, akinek nincs, akinek nincs írják, hogy miért lennék én önzőbb, és az, aki viszont belenyomorodik a gyereknevelésbe, és tönkreteszi a saját gyereket, sokkal önzőbb. Ez még kas a téma, de nagyon érdekes. Ne hozzá bele szélsőségeket ezzel. Hát minden aspektus szerintem meg kell vizsgálni, nem? Hát de hogyha valakinek nyilván nem működik a házasság, meg még a gyerek is ott van, ő persze már gondolhatja azt, de nézzük egy ideális, normál, rendes párt, akinél nem van gyerek, meg egy olyan párt, akinél nincs gyerek, vagy egy olyan önálló embert, hogy az, aki már vállalta a dolgot, azért elfogadta saját magát, lehet, hogy meg is valósította már saját magát, ő lemond dolgokról, tehát nem önző. A másik oldal kicsit nekem önző, de itt inkább igazad van, egy szavon vitatkozunk. Na, itt van Zsú. Hello Zsú, jó reggel, ciao. Sziasztok, fiúk, én Zsuzsa vagyok. Hello Zsuzsa, na, te már érettebb vagy, mint az előző hallgatónk. Hány éves vagy? Hát 40. 40. Tudatos döntés volt, hogy nem. Ugye, hogy nem vállaltok? Igen, tudatos döntés volt. Fiatal korunkban még egy kicsit így gondolkoztunk rajta, de az élet nem úgy hozta.
Most meg már így 40 évesen így közösen eldöntöttük, hogy, inkább a saját életünket éljük. Ezt tudom, hogy nagyon sok mindenkinek önzőn hangzik, de, nem gondolnám, hogy ez önzőség. Tehát most már mi nagyon régóta vagyunk együtt a párommal, 20 éve konkrétan. Hát már kényelmesek vagyunk, tehát inkább a kényelmesség az, mint az anyagi. Természetesen a mai világban az is közrejátszik, de mi megbeszéltük, hogy mi nem. Mi volt a legfőbb indok? Mert itt sokan írják, hogy a saját testük változik, ami szerintem egy kicsit fura indok. Az sokan nekem azt írják, hogy mit tudom, ki akarnak teljesedni, utazni, van egy csomó hobbiuk, és ők ebben megtalálták saját magukat. Tehát nálatok mi? Vagy... nálunk is inkább ez, hogy mi ketten. Tehát úgy vagyunk vele, hogy, a mi életünkben az, hogy nagyon-nagyon régóta vagyunk kettesben, nem biztos, hogy beleférne egy síró. Most tudom, ez nagyon csúnyán hangzik, meg önzőn, de ez a reggeli fölkelés, időre menjél, időre. Tehát mi most már annyira lazán éljük a kettőnk életét, hogy nem biztos, hogy ez nekem beleférne. Tehát kényelmes vagy egy kicsit önző? Igen. Tudom, hogy ez a fele, ez önző. Persze nyilván az anyagiak is közre játszanak, de az a kisebbik fele. Nem tudom. Én úgy vagyok vele, hogy ebben a világban szerintem, hogyha az ember nem úgy vállal gyereket, hogy az egész lényét oda tudja ennek adni, mert ugye lássuk be, hogy nem könnyű ebben a világban gyereket vállalni, akkor én úgy vagyok vele, hogy ez nem önzőség. Tehát... Hány éves voltál, amikor először megfogalmazódott benned ez, hogy nekem nem kell gyerek? 33. Tehát már 30 fölött voltál. Igen. Nem azt mondom, hogy soha nem akartam, tehát meg nem azt mondom, csak hogy eljutottál most oda, hogy most nem, vagy igen, már nem. Igen. Szerintem egyetlen valóság van egyébként a jelen, tehát attól félni, hogy mi lesz 20 év múlva, attól az ember nem tud, mert az majd akkor válik valósággal. Tehát illúzió. Ez megfordult bennünk. De a kérdés ugye igen, erre vonatkozik, hogy majd amikor az ember 60 éves lesz, már nem akar elmenni sehova, és úgy azt gondolom, nyilván hülye kérdés megmondani, hogy mitől fogsz-e félni valamit a 20 év múlva, ami nem egy tudatállapot, majd akkor, ha odaérsz, és megjön az a tudatállapot, érzed, hogy félsz tőle. De az nem jutott eszetekbe, hogy hát azért jó lenne, ha valaki az ember kezét megfogja, ha átjön, ha gyerek van. Tehát, hogyha mondjuk az első 10 évet átugrod, ami valóban kemény, vagy 15-öt, hogy utána azért értelmet adtál egy életnek, felnevelted, és úgy, amikor ott fekszik majd az ember, és végigpásztáz az életét, akkor azt mondja, hogy na, hát itt van egy utód, aki azért elindult, és az én sikerem is. Ezen nem gondolkoztatok? Hát bevallom őszintén, de sokat gondolkoztunk rajta, meg azért mi ezt többször megrágtuk, de valahogy nem tudom, szóval a mérleg mindig arra az oldalra borult, hogy nem, most ez így egyszerűen megfogalmazva nem fér bele az életünkbe. Egyébként szereted a gyerekeket, vagy kimenekülsz egy olyan babazsúrba, ahol üvöltenek? Ha most azt mondom neked, hogy van 6 darab kereszt gyerekem, és non-stop nálunk vannak, és egyébként imádnak, és én vagyok az, aki, mert persze, mert a keresztanyú ezt mondta, és látod, anyu? De hogy itt elég is, tehát, hogy ki is éled. Igen. Mondjuk, ha 6 kereszt gyerek állandóan oda jár, akkor lehet, hogy te tulajdonképpen megvagy. Nekem a legnagyobb bajom egyébként azzal, amit ti mondtok, akik nem vállaltok, amellett, hogy továbbra sem gondolom azt, hogy valaki önző lenne, én azt egy jó tudatállapotnak tartom, hogy valaki felismeri, hogy nem biztos, hogy jó szülő lennék, nem biztos, hogy beáldoznám kicsit az életemet, mert a gyermekvállalás erről szól, és nem akarom, mert mi van, ha nem, és mi van, ha kudarcot vallok. De nem tudod, hogy kudarcot vallanál-e, illetve nem tudod, hogy miről mondasz le. Érted? Tehát egy olyan dologra mondasz nemet, amit nem tudod, hogy mi. Igen, csak ha már belementél, akkor viszont visszavonhatatlan. Ezért nehéz kérdés, hogy akkor viszont visszavonhatatlan. Én nagyon sokat éltem, meg nagyon sok mindent megéltem, meg nagyon sok helyen jártam, de mégis összehasonlíthatatlan. Tehát amikor a gyereked mellett fekszel, este 9:30-kor, megfogja a kezedet, már egy picit álmos, és azt mondja, hogy apuci szeretlek, és ez az utolsó mondata is így alszik el, akkor azt gondolom, hogy bármekkora meló, és bármekkora lemondás, mégis a világ legszebb dolga. És hogy semmiért nem adnám oda. De csak akkor tudom, amikor már belementem, és hogy azt mondom, hogy basszus, sajnáltam volna, ha ezt a mondatot én nem hallom, hogy a 4 éves gyerekem a nyakamba alszik úgy el, hogy azt mondja, hogy apuci szeretlek, érted? De nem tartalak titeket önzőnek. Én értem, és igen, én félek, idézőjelben félek is ettől, hogy én nagyon sok mindenkitől meg fogom ezt kapni, hogy igen, mert persze neked nincs, és te nem tudod, hogy mi van benned, azzal kell törődni. Nem,
Igazság szerint nem is nagyon szoktam ezzel törődni, tehát nekem vannak közvetlen ismerőseim, akik nagyon sokáig voltak. Tehát engem ez a 20 év, amióta mi együtt élünk, engem ez is visszariasztott. Tehát nekünk megvan a kényelmünk, a napi rutinunk, a nem tudom én, és van ismerős a környezetemben, akik nagyon sokáig együtt éltek, összeházasodtak, örökbe fogadtak gyermeket, amiért nagyon sokat küzdöttek, mert tényleg nem lehetett és minden, és ott van egy 5 éves gyermek, aki most már konkrétan szétszakítja őket, mert nekik is késő jött, szerintem már nem kellett volna gyerek, ez mondjuk az én magánvéleményem. És nem álltak ki a próbát. Igen. Mondok valamit, ami egyébként egy érdekes megközelítés, szerintem fura módon hangzik, de akik gyereket vállalnak, és azt mondják, hogy önző, aki nem vállal, ti, akik nem vállaltok, nyugodtan mondhatjátok, hogy a gyermekvállalás legalább akkora önzőség. Ugyanis a saját igényeit kielégítésére vállalotta azt a gyereket. Szóval azért nem szabad elfelejteni, hogy azok az anyukák, akik azért babusgatják, cumikai, a saját igényeiket is élik ki ezáltal. Tehát, hogy ugyan a gyerekvállalás, érted, mit mondok, hogy a gyerekvállalás sokszor ugyanakkor önzőség, hiszen saját magad miatt is csinálod, hogy kiélhessél olyan dolgokat, amiket te mondjuk szeretnél megtapasztalni. És az átvirasztott éjszakát. Ez olyan, amikor kutyát tartasz. A kutyatartás is egy hasonló önzőség. Kérdezze meg valaki a kutyákat, hogy jó-e neki porázon sétálni mindig. Igen, kutyám volt. Aha. Na, de csak lassan kezdünk meggyőzni, hogy azért mégis érdemes lenne gyereket vállalni. Nem, hát itt két gyereket szülővel beszélsz, akik frászt hozzák rá, hogy mi lesz itt veled 60 évesen. Hát Balázs, én hallottam azt is, hogy te nagyon keveset aludtál az előtt. Most, figyelj, de aztán új mennyit fog. Igen, na pont erről beszélek, hogy keveset alszom, nyugös vagyok, sokat kell a gyerek, de mégis van egy pont, amikor ez a dolog átfordul, és azt gondolod, hogy erről lemondani, basszus, mekkora hiba lett volna. Aztán majd, amikor kamaszodik, rám vágja az ajtót, és azt mondja, hogy utálok, mert nem mehettem el a buliba, bevágja az ajtót, akkor megint azt mondom, jó, van, azért az elmúlt 15 évet neked szenteltem. Nem állt már rám az ajtót, igen, csak megérte. Igen. Én lehet, hogy el sem szeretném. Aha. Lehet, hogy el sem vállalnám már most így 40 éves ember. Utaztok, jöttök, mentek, bulisztok, éltek, hobbitok van, te teljes az élet. Igen. Az a baj, hogy tény, hogy nagyobb arányban van az, hogy szerintem én önző is vagyok már így 40 évesen. Tehát az én kényelmem, ami megszokott napi rutinunk, a értem, persze, megborul a minden, az biztos. Így beleférted, akkor fekszek le, amikor akarok, akkor kelek, mikor akarok. Jó, ezt minden érvként elfogadjuk. Igen. Érdekes, de szeretem, hogy te ezt így kimondod. Zsú, köszönjük szépen! Hát igazán. Vigyázzatok magatokra. Köszi, ciao. Hello. Tulajdonképpen itt a vége felé lassan meg tudunk egyezni abban, hogy ha akarjuk, akkor mindkettőre mondhatjuk, hogy önzőség. De szerintem mindkettőre mondhatjuk, és egyikre sem. És tulajdonképpen egyikre sem. Igen, nézzük az SMS-eket. Két gyermekes anyuka vagyok. Hadd kérdezzem már meg, a gyerekvállalás nem önző, nem azért vállaljuk, mert mi akarjuk. Mert édesek aranyosak, nem a negatívumokat nézzük. Mi nem önzés az életben. Puszi Zsú, érdekes felvetés ez is. Nagyon sok nő szül gyereket, akik aztán a nagymama, az óvoda és az utca nevel. Sokkal tisztességesebb, ha mindenki felméri a saját képességeit, nem kell mindenkinek gyerek. Na, én erről beszéltem, hogy lemondani alapjából lehet, hogy egy jó tudatállapot és egy jó önmagunk felismerés, és nem feltétlen önzőség. 42 éves nő vagyok, egyszerűen nem szeretem a gyerekeket. Na, őszinte vagy legalább. Őszinte hozzászólás. Az én volt nejem azt mondta, hogy az ő szervezetét egy élősködő ne szívja. Ez elég önző szerintem, ez zékülte nekünk. Na, az igen. Meg főleg ez a megfogalmazás. Tudod, nagyon önzőnek, érzéktelennek tartom, aki nem akar gyereket. A gyerekvállalásnál csodálatosabb dolog nincs. 4 gyermeket egyedül nevelő 41 éves nő. De hogy mindenki mindig tényleg a saját valóságát hajtogatja. Ugye? Hogy és a gyermekvállalás az a te tudatállapotod, a te valóságod, a te gondolatod a világról, hogy nincs más. Valakinek az, hogy felmászik 4 hegyre, elmegy megvilágosodni és bejárja Indiát, az élete értelme. Tehát nincs igazság, csak mindenki szubjektív igazsága van. Neki a 4 gyerek felnevelése, neki meg eljutni, nem tudom, Indiából, mint a Buddha megvilágosodott, leülni, ezt egy hónapot meditálni, tehát nincs általános boldogság. És azért ütjük rá a bélyeget arra, aki mondjuk hegyet mászik, mert a világon fölmentek 100-an a Monteverestre, gyereket meg nagyon sokan szülnek. Hogy? Mit sütünk rá? Hogy azért mondjuk azt, hogy az önző, mert ő egy olyan célt választ magának, amit kevesebben tudnak elérni. Nem azért mondjuk, hogy önző, mert felmegy a hegyre, azért mondjuk, hogy önző, mert nem értjük, hogy miért megy fel a hegyre. Aha, mert ott és ha megérted, hogy miért megy fel a hegyen, és ő ott él, és ő akkor szerintem akkor megérted. És ha nem értjük, a hülye itt hagyja a két gyerekét, felmegy önző. Nem tudod, hogy mit talál meg a hegyen. Aha. Amire te kívülállóként mondod, hogy önző. De lehet, hogy neked nincs egy olyan valóságod, amit te megtalálsz, amit ő a hegyen megtalál. Hát, vagy én ezért nem szeretem a gyerekeidben. Vagy te megtaláltad a 4 gyermekben, ahogy írja egy hallgató, van, aki pedig a hegy tetején. Nincs más célja az életnek.
emészze meg a nyugati hedonizmusban élő ember még idejében, hogy nincs más célja, csak a gyermeknevelés. Hú, itt azért itt van sarkos. Igen. Sarkos. Aki nem vállal a gyermeket, az nem mind döntő, de soha nem érik igazi férfivá és nővé, írja nekünk egy hallgató. Ez is érdekes meglátás. Nem törvényszerű, hogy tönkre megy a tested, ezzel hülyeség takarózni, lehet sportos, szexi anyukaként is folytatni az életet, tapasztaltam. Krisztián, most a Cindy Crawford dobott föl magáról pár képet. Hát még odaolvasni, egy picit. Már csak mi ránéztünk, de jó, tudom, hát, miről beszélsz. De azért nem zsűl, még azért te is úgy nyomtál egy halk. Szinti. Igen. 41 éves vagyok, spirituális fejlődés miatt nem vállalok gyereket. 33 éves vagyok, imádom a gyerekeket, de még soha meg nem fordult a fejemben a saját. Ez nem önzőség, csak egy döntés. Nekem nem fáj, hogy másnak van, sőt örülök neki, de én alkalmatlan vagyok, és merem vállalni. Moncsi küldte nekünk ezt az SMS-t. Balázsnak igazad van, hadd dönts el, mindenki mit akar kezdeni az életével, mi ebben az önzőségügy, Tibi. Hát igen, érdekes SMS-ek vannak. Jó, ez jó téma, nem? Vállalni, jó, nem vállalni, nagyon megosztó egyébként, igen. Az elfogadás. Vállaljatok, gyerekek, csak szoktassátok rá, hogy sokáig aludjon. A legfontosabb, ne engedjétek 6-kor fölkelni. Na jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, rengeteg jött, sajnos az összeset nem tudjuk beolvasni. Hármasugrás játszunk már is a játékosunkkal. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Hát és még dőlnek az SMS-ek. De nagyon jók vannak. Igen. Az ön 5 éves kisfiam múltkor egy hiszti alkalommal azt mondta, neki ilyen anyuka nem kell, feltesz egy apró hirdetés portára. Szíven ütött, de imádom. Hát figyeljetek, az első, amikor a gyereket bevágja az ajtót, hogy ő most világgá megy, és így állsz, hogy nyilván nem megy világgá, tudod, én utána azt mondtam, gyere, csomagolok ennivalót, meg meleg rugát, aztán induljál, de aztán elgondolkodsz rajta, hogy ó, Jézus, mi van? Igen, érdekes kérdés ez. Csinálja mindenki, amit akar. Tóti, így van, gyereket, vagy ne gyereket. Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Hello, Angi! Jó hello, reggelt, Angi. Sziasztok! Hello. Jó reggelt! Angi, nálad gyermek van már? Nincs. Úgyhogy témába vágunk, 41 éves vagyok, és sajnos nincs. Sajnos, vagy tudatos döntés? Tudatos döntés volt, így alakult az élet. De most azt mondtad, hogy sajnos, tehát már sajnálod. Igen, mert már el fogom mondani, hogy 15 éves korom óta én egyedül élek, tehát muszáj volt dolgoznom. És dolgoztam, randizni se volt időm, és megkedveltem a sportot, nagyon-nagyon sokat sportolok, és nagyon sokat olvasok. Tehát megszerettem ezt a féle szabadságot. Nem volt pasid 41 éves korodig? 15. Hát, de volt, de ebben most nem menjünk bele. Hát de 41 évesen még lehet, vagy ez már, tehát azért még nem vagy, tehát 41 évesen még azért az emberek szoktak tervesni. Igen, most, de meg szerettem olvasni, meg megszerettem a sportot, megszerettem ezt a féle szabadságot, aha, tudod? Tehát akkor azért mégiscsak egy tudatos döntés azért. Nem az igen, azért mondom. Uh-huh. De azért mondom ezt, hogy igenis hiba volt. Én azt gondoltam, ami 15 évesen, tudod, nincs család senki mellett, tehát, hogy az otthon megteremtettem a lakást, a kocsit, nagyon jó munkahelyen van, rengeteget dolgozom, de azért fontos, amit mondani akarok, hogy mert nagyon nagy hiba. Azt tudom üzenni az embereknek, hogy azt hittem, hogy az otthon, hogy hazamegyek, és az, de nem a tégla a biztonság, hanem a család, a gyerek. Csak de most 41 éves vagy, azért ha annyira mondod, hogy a család, a gyerek, ez a 41 évesen, az még lehet egy életcél, hogy az ember szüljön, tehát most 53 lennél, akkor megérteni. De 41 évesen akarom szép a gyerek. Aha. Olyan már. Hát és igen, az értékben nagyon megváltozott, Balázs. Uh-huh. Tehát én eléggé vidéki vagyok, és ma már nem a becsületet, az őszinteséget, nem azt értékelik az emberek. Ma egy kicsit olyan furi. De ez hogy most ide vagy, ezt nem értem? Hát úgy, hogy a normális, a nem normális. Hogy hát látod, hát nézd meg egy való világot. Most de várjál, most hogy jön a gyerekváros az a való világ? Azért nem akarsz gyereket szülni, mert majd jelentkezik a való világ 4000-be? Nem, hogy kevés a normális pasi, úgy mondom. Ja, értem, tehát nem találsz magad a palit. Hát sose lehet tudni. Majd amikor már lemondasz róla, és amikor azt mondod, hogy nem, és te úgyse, akkor fog behet egy olyan szerelem, hogy fél év múlva terhes teszel hármas ikrekkel. Igen, na jól van. Oké, okay. Megkérdeztem, hogy milyenek a kérdések, Jani, de rájöttem, hogy azért nagyon csöndes lenne a Jani, hogy most elmondaná, hogy milyenek a kérdések, igen. Jól van, mehetünk? Mehetünk. Na, így szól az első kérdés, nyakba akasztóért. Hányféle sportágból áll a biatlon? Kettő. Így van, remek. Kettő, nagyon jó. Síelés és a lövészet. Onnan tudom, hogy ide van írva, mert Jani gondos volt. Oké, okay, menjünk tovább.
Látunk, igen. Csapkája sárért iszol a második kérdés. Hány liter egy hektoliter? 100 liter. Ez az! Ilyen okos ember vagy, és nincs gyereked? Hát. Menjünk tovább. Óráért szólna a harmadik kérdés. Jól van. Ez azt jelenti, hogy igen? Igen, menjél, igen. Menjél mindenféleképpen. Így szól a harmadik kérdés. Melyik folyó táplálja a vizével a Balatont? Melyik ez a folyó? Ezt nem tudom. Ha nagyon, sokat, nagyon sokat olvastál, azt mondtad, eddig egy gyerekkori kötelező olvasmány. Ha megvan, én elmondtam többször, hogy az én kedvencem volt. De nem mondom. Inkább passzolom, nem akarok utaságot mondani. Nem, miért? Nem, valód, nincs, mert így is úgyis elbukod. Nem, tényleg sötűből, tényleg ez volt nem a leggyengébb pontom. De itt már tök mindegy, tehát mondanod. De nem tud egy folyót. Hát de egy folyót a Balaton környékén, Duna. Mondjál már. Tisza. Mondjál egy folyót a Balaton környékén, tök mindegy. Pó. Hó. Na. Nem tudom, nem kínozunk, nem kínozunk tovább, ez a Zala folyó. Jó, jó, életem. Okay. De hát ilyenkor igen. Már nincs veszteni való, ilyenkor már bármit mondhatsz, mert vállaltad a izét a kérdést. Nem tudom. Angikám, figyelj, várj, a harmadik kérdés, hogy bumbozhatunk, figyelj, mennek az ajándékcsomagok, Tiki, Taki, mondj egy bumbot. Bum. Na jó, Jézusom, atya, úristen. Figyelj, elindultam. Kész, nincs becsapódás, hát megállt a szoftver. Nem, 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 semmi, el sem ment odáig. Semmi. Egy mondatot. Ennyi. Ennyi. Megállt a szoftver, átváltott egy másikra. Angikám, ez egy olyan hitehagyott boom volt, hogy ez szörnyű. Megállt a szoftver. Puszilunk, nincs ajándékcsomag. Jól van. Oké, sárom, sziasztok. Hello. Jó kis téma volt ez. Jó kis téma volt. Vannak nagyon jó kis szélsőséges SMS-ek, vannak átlagosak, bírtam én is. Ha belenézem még a sárgákba, itt az utolsó kettő, az nagyon komoly. A két sárga? A két, igen. Durva? Aha. Az utolsó kettő? Igen. Na, 28 éves vagyok, nő, utálom a gyerekeket, nem élném meg a felnőttkor, megölném. Ide Gizi, gyerekek, az evolúció belejárója, hogy 28 évesen még 10 perc után kijössz egy olyan házba, ahol üvöltenek a gyerekek, és azt mondta, hogy neked soha, aztán egyszer csak megszólal az anyai ösztön, és elolvadsz, ha rájuk nézel. Tehát ez még érthető. És az utolsó előtti? Igen, az is jó. Ismerek egy házaspárt, akik azért nem akarnak gyereket, mert nem megy a fekete szőnyekhez. Ennyi? Ne! Érted? Hát nem gondolod, hogy lecserélik a jó szőnyeget? De már mi a baba rózsaszintest, amikor lerakod a szőnyegre pelenkázni? Vagy a baba igen. Sírása nem megy a fekete? Mi nem megy a fekete szőnyeget? És ha a fehér tápszer kifolyik a fekete szőnyegre? Úgy értem. Aha, érdekes megközelítés. Egy perc pontosan 9 óra, hírek után Kassa TV-vel folytatjuk. 9 óra múlt pontosan 12 perccel, szép reggelt kívánunk mindenkinek. Jaj, mennyi esebes még mindig, de a témát lezártuk, köszönjük szépen, itt még mindig írogatnak azok, akik nem vállalnak, és azok, akik vállaltak, és itt verbális öldöklés van, még mindig pro és kontra. De hát a világ ettől szép, nem? Van, aki vállal, van, aki nem vállal. Mindenki dönts el, hogy milyen életet akar élni, aztán utána úgyis. A közös az, hogy majd mindenki ott fekszik a végén, és átgondolja, hogy jó volt, vagy nem így de kellett volna. De most fekszel ott, hogy fogják-e a kezed, vagy nem fogják? Hát és ha azt akarod, hogy fogják, akkor ki az önző? Na jó, demagóg vagyok kissé ma reggel. Itt vannak a közlekedési hírek, az M6-os 65-ös kilométerénél kamion felborulva kezd alakulni a dugó. Egy sáv használható rendőr még nincs, kaptuk ezt is SMS-ben. Köszönjük szépen, aztán hatalmas a dugó az M0-áson, mindenhol rendőr van. Az M6-os 64-es kilométerénél Budapest felé van egy baleset, és motoros gázolás volt a Kacsó-Pongrácz felüljáró az Árpád híd felé, maximum egy sáv járható. Reméljük, hogy a dolog nem komoly. Nagyon sok útlezárás, mindenki vigyázzon a saját autójára, főleg ha a belvárosba megy, mert hogy elvontatnak, elszállítják, lezárások vannak, ma jobb szerintem a belvárost elkerülni. Elég nagy káosz lesz. Ákos sokszor mondja, de ez most valójában nem ijeszgetés, hanem igaz, ugye jön Putyin délután, és nagy déltől indul a móka, addig még talán valahogy át lehet vergődni, de gondolom, hogy mindenki ide időzíti délelőtre, úgyhogy szerintem már nem lehet menni. Igen. Na, kedve van, ez pedig azt jelenti, hogy Kassa TV-vel folytatjuk. Ha bazi nagy jacuzzi-ban nem találod, hol vagyok. Keresd az ágyban, ahol szintén rohadt jó vagyok. Ha meghalnék, lesz bőven, amit majd ráthagyok. Ha nem mondtam volna még, rohadt nagy sztár vagyok. A szerénységem a legféltettebb kincsem. Hibáim keresem, de mit csináljak, hogyha nincsen. Már oviban verset írtam egy taknyos sepire. Higgyétek el, lennék szerény, ha volna mire. Hey! Kaka-kasza TV, kaka-kasza TV.
Soha nem az be időben belepusztulok, pedig úgy rá vagyok készülve a kakka, de már el sem lövöm. Gondolok, hogy azért integetsz, mert tetszik a szignál. Egyébként marhára tetszik. Most is szedd meg, Tibi integet, én nézem az SMS-eket, jelölöm a közlek, és Tibi meg így integet két kezem, egy fulldoklot, tudom, hogy szereti még mindig a saját szignáját. Már rég beszélve, hogy mindig tapsol. Közben nem ég a piros a mikrofonon. Mert jönnék a ka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 k Most máshol van a mikrofon. Na, mi újság van? Röviden akartam hozzászólni a vállalunk gyereket, nem vállalunk, önzőség, nem önzőség, hogy nálam most jelentem, apró lépésekkel megyek előre. Gratulálok. Ne, tényleg? Már nem gumivacsra. Igen, most gyakrabban vagyok fölül. Nem, hanem tavasszal jön, tavaszi alomkából jön a kiskutya hozzánk. Ugye úgy volt már Mert túl vagytok a virágon, és életben maradt, mert ugye ez a virágkutya gyerek. Tehát vegyél egy virágot, ha életben marad, vegyél kutyát, ha túléli, akkor jöhet a gyerek. Technikailag úgy történt, hogy a párom bevetette ilyen, nem tudom, valami túlélő rózsával ott a kertet, az kirohadt két nap alatt, akkor azt mondtuk, hogy akkor próbálj meg egy kutyát, hát az jobban egész. Fiam, meg nagyon rosszul van, átvesszük. Figyeljetek, de hogy az a lényeg, hogy tudom, hogy erről ti le akartatok engem beszélni, de vizsla lesz, magyar vizsla. Ez továbbra is, ez a szerelem. De miért? A futni kell vele, foglalkoztatni kell. Ez vagyok én. Ez vagyok én. Azt nagyon gondold meg, nem most komolyan, nagyon mozgás igények. Nekünk volt magyar vizslán konkrétan, figyelj. A legnagyobb arc, figyelj, szerem, tehát olyan, tehát én most én nézem a jó oldalát a dolognak, tehát hogy bebújik mellém, nézzük együtt a Harry Pottert. Ez az önző hozzáállás. Ez az önző hozzáállás. És el is rontottad a mert azt érzed, hogy te mire vágysz, azt nem érzed, hogy a kutya mire vágyik. Egy kutya, egy vizslát venni kis, még kertes házba is. Erdő mellett lakom, hát ott arany élete lesz, kiengedem hozzá, egy őzet lefolytja ott az erdőbe. Úgy kell érteni, kinyitod neki a kerítés ajtót, elmegy, kifutatja saját fuss magát, és tudja, hogy melyik ajtó is visszajön. Te addig várod a koktélodat, nem, azt megiszod. Értelemszerűen azért ott a félmaratonokat én azért, tehát tudjátok, neked, hogy a mozgás a mindenem. Neked angol bulldog, 10 méteren elfárad, nagyon jó, még kinézetre is egyébként van egyfajta hasonlóság, francia bulldog. Tehát minden olyan, ami kevés mozgás igény, sokat alszik, ott van melletted. Ne, neked szuszog, ne, röfög, szuszog, röfög. De figyeljetek, bocsánat, csak itt jött egy kis bocsánat, most ebben a pillanatban jött egy korrekció, nem halt meg a virág. Üzeni a párom, igen, a kirohadt. Tehát, hogy akkor korrigálok egyet, így van. Tehát a vizsláról lebeszélnétek? Van a sárpely, van a mops, tehát ez a típus való. De nem. Ilyen nagy testű, nagyszerű, ott fekszik a kandallód előtt, vakargatod a fülét, nem kell. Nem tudtok róla lebeszélni, érted? Mert én nem miatt, én nem téged féltek, a kutyát. Mert olyan dolga lesz, figyelj, megmondom, hogy bebújik mellém, nézzük a filmeket együtt. De a kutya nem szeret filmet nézni, nem érzékeli a tévét. Egy filmesztéta. Ez egy filmesztéta. Egy Réz András lesz. Úgy fog filmeket elemezni. Nagyon, így fogom írni. Réz András lesz a vizslám neve. Na, látod, Réz András, Bandi. András. Réz András. András, gyere ide. Jó. Na, mindegy. Ha tudlak, én lebeszélek a vizsláról. Tehát azt ne. Annyi, hogy az egy hónapos tájföldi nyaralás alatt átdobhatom hozzátok, Bali, hogy addig nálunk kicsit... van a szomszédban egy vizsla, Benny imádja, mindig megyünk vizslát simogatni. Na, hát és azt hiszi, hogy a vizsla a kutya neve. Mindig mondom, hogy a fajtája, csak őt ez nem érdekel, és mondja, hogy szia vizsla. De mondom, menni van annak a kutyának neve, imádja. Figyelj, én így abszolút bérbe vállalok kutyát. Jó, elviszem, megsétáltatom, én bringázom bele, tehát simán, hozzad. De bevállalnád az első egy hónapot a szobatisztaságra, áthúzod, és akkor úgy vinném már, hogy... Tehát nekem megrágja ott az ülőgarnitúrámat, akkor kinyírom. Mikor már nem kakikál be. A kaki még csak hagyjál, mikor összerág mindent, az a durva. Nem fog, ez a Réz András nem rág meg semmit. Feltétlenül úgy sétáltasd majd, hogy te bringával vagy, és rá van kötve a kormányra. Úgy van, hogy együtt futunk, mint egy nagy boldog család. Hát egy ilyen erdőben azt mondom, hogy Réz András, hús, hopp, az elszalad, megy egy nagy kört, azt visszajön hozzá, egy hullat, lefolyt egy izét, egy őzet. Nem volt még hallgatva, ezt még nem volt kutyád, ugye soha? Hát de! Tehát ez végighallgatva engem, több kutyám is volt, még nem vagy egy rutinos kutyatulajdonos, finoman szólva. Tehát ez a mennyire fussál majd, gyere vissza, ez azért így ritkán fordul elő. Én itt leszek, kis kutyám. Én itt fekszem a medence széle, mennyire fussál, itt van az ajtó, szaladj, kis kutyám, szaladj, gyere vissza. Igen, ez így azért elég ritka. Jó gazdi leszek, de a futásra akartam egy picit ezt kihegyezni, mert én alapvetően baromira utálok futni. Nem tudom, ti hogy vagy. Nem is futott egy métert sem. Nem, ennek is oka van. Te utálsz mindent, ami mozgás, nem? Vagy mozogsz? Hát idefelé is. Valahogy csak meg kellett sétálnod az úton, nagyon mérges voltál, láttam. Át kellett sétálni, kétszer kifulladtam, leültem egyszer azért az utcakőre. Nem, de van egy program, ami most megszeretetni szerintem velünk, ugyanis mindig van egy pont, mindenkinél máshol jön el, amikor készül feladni a futást.
Balázs, te kitartó vagy? Futsz? Nem szeretek futni. Nekem minden szeretek, ami is labda, meg sport, de nekem monoton a futás, én nem futok. Az a nekünk, van egy program, ami futás közben, hogy a zenét hallgat, és érzékel, ugye, hogyha van rajtad ilyen mérő a pulzus számodban, hogy mikor kezdesz teljesen kifulladni, és akkor egy ilyen hajrá zenét bead. Amire még így van, amire még így kakaót tudsz így magadba gyűjteni. Mindenkinek megvannak azok a zenék, amire így meghalod, és akkor így előjön belőled a vasember. Ha, és akkor tehát Survivor, akkor te vagy Rambo. Vagy nem tudom, tehát hogy előjön belőled a zene, és gyűjtögettem ki olyan zenéket, hogy mi az, amire tudnánk tovább futni. Tehát amikor végleg kifogy a szufla, mi az, ami még így vinne minket egy ilyen szigetkört. Mind a kettőtök meg. Vinne még egy szigetkört. Tehát amikor fáradsz, akkor még vinne egy sziget. Megőrül a Jani, tele már felmászta a falra. Vinne még egy szigetkört, tudod. 5 kilométer a sziget, vagy 4 kilométer. Vinne, ezek a zenék vinnének. Na figyelj. Na tessék, igen. Hogyha Balázs, ott vagy, futsz, kitikkadtál, vége van, erőd végére értél, és a füledben megszólal az, hogy... Itt megállok, azt hiszem. Nem, figyeld. És Jézus pózban... Balázs! Ne futnék még egy 5 méter. Erre? Egy szigetkört nem, ez nagyon sok. Ez nem vinne tovább? De egyébként bírom az ilyen zenéket. Tehát amikor futottam az a 3 nap, amíg kipróbáltam, akkor hallgattam ilyen zenéket. Hát erre, tudod, és így 1, 2, ha egy Europe-dalt hallottál, az összeset hallottál. Mondanám az Janinak is, ezek is borulnak. Jó, mi a második? A következőt igazából a Ferinek gyűjtöttem, mert azt gondolom, hogy a Feri is nagyon-nagyon szeret futni, de ő teljesen más motivációs körök tudják tovább vinni. Az otthonvárosunkat. Feri kezd kifulladni, az ereje végére ért, de még kéne menni, akkor pedig a fülén megszólal a... Amíg a munka, Rodi! Tehát erre nem. Tartalmával egyetértek. Figyeld! És ekkor, amikor kezdeni kitikadni... Már nem iszom... És... Azt. Ide a sör... Ide a sör... Nem, ez ne... A tudod, miért nem jó, mert megállsz inni. Az első kocsmára behúzom a kéziféket, és bemegyek ezt a dalt. Ezt a dalt utoljára akkor hallottam, amikor a Muszti Dobai gitáriskolát megvették anyámék, és a D-dur, A-dur, E-dur című hármas akkord felvonás kellett gyakorolni. Nem jó. Ez nem jó se tempóban, nem jó se üzenetben. Megállsz az első kocsmánál, és beülsz sörözni. Na jöjjön Balázsnak még egy, figyeld. Balázs, kitikkad. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров актуальный спутник. Szigetkör. Nagyon jó. Nem barátkozom meg a futással ennek ellenére. Erre? Nem látod magad, hogy joggingolsz? Miért te látod magad, hogy egy futsz? Nem, de őt zene nélkül se látod. Jó, hogy a szigetre nem mennék. Na jó, van még ebből? Mi van még? Igazából, hogyha most egyet tudunk, akkor még legyen egy utolsó, az utolsó menjen, az ötös a Balázsnak, mert arra viszont tuti lenyomod a szigetkört, mert abban olyan pozitív töltet van. Nézd meg, erre futnál? Erre szaladnál, nem? Erre nagyon persze, és dobálnál a haját. Ezzel a világon ki lehet üdvözni. Ide utálom a filmet, és minden, gyűlölöm. Erre nem nyomnál még egy ilyen... Viki mágya. És így mennél a rózsaszín futócipődbe. Hajpánt, tudom, és ilyen lábszárvédő. És időnként kicsit hátra joggingolnál, aztán előre, tehát hogy tele, ott a sztároskodnál. Nem? Nem, Tibi, nem. A téletben, hát. Nem, a futás az nekem, én gyűlölök, Jani nagy futó. Én utálom, tehát nekem nagyon monoton. De az nagyon kell bírni a monotonitást. Nem találok benne semmiről, mert tudom, hogy már van a meditatív futás, meg amikor átesel a holdponton, meg örülsz, meg boldogság. Én egy mosolygós futót nem láttam még soha Margit szigeten, amikor sétálok a gyerek, ott mindenki szenved. Belehalsz. Be konkrétan. Ha 5 mosolygós futó velem szemben, akkor én elhiszem, hogy jó a futás, én kipróbáltam, én gyűlölöm. Meditatív futás? Van, hát ugye igen, vannak azok a futók, igen, a Sri Csimno is, meg ugye sokan csinálják, aki egy idő után, már x kilométer után egyszerűen van egy olyan el nem múló boldogság érzet, ami megindul, amikor már nem a fáradtságot érzed, hanem folyamatosan szinte bármennyit le tudsz futni, amikor átesel azon a tudati holdponton. Van ilyen, igen. Belásta magát, igen, a futás de az témába, nagyon sokat mi? Kell, tehát az nem úgy, hogy futsz 800 métert után átesel és elfutsz, ez nem szarajemúig, tehát azért ez ritkán fordul elő. Sokat kell futni, de van egy pont, amin ha átesel, utána már azt mondják így a meditatív futók, igen, hogy az akkor utána már csak örömérzetet érzel, semmilyen fáradtság érzet nincs. Nekem ez sosem sikerült átlépnem. Jó pofa lehet. Ez nekünk való, ezt engedd el. Jó, gyerek, veletek tegyen jót az ember, de nem ez a, nem tudom, mi volt vegetatív futás, amit csináltam. Na igen, nem az az, ami böki a csőrömet.
ami böki a csőrömet. Egy rovat a Morning Show-ban, ahol felszínre kerülnek azok a dolgok, amik leginkább irritálják hallgatóinkat. Mint például... Kassa Tibi. Jó, és esetleg valami más? Nem Kassa Tibi. Ami böki a csőrömet. Egy rovat azoknak, akiket Kassa Tibin kívül valami más is idegesít. Ami böki a csőrömet. Mert higgyétek el, nincs, amiben ne tudnánk beleverni a csúfot. Na... Megtaláltam a világ legordasabb lehúzását, és tényleg azt gondolom, hogy ez most már érdemel egy pici beszélgetést. Általában én ezzel nem szoktam foglalkozni. Ti hogy vagytok ezzel ezekkel az ilyen tévés rontáslevétel, energia, pénzenergia? Na, nagyon sokat beszéltünk ilyenről. Beszéltek sokat, csak legyen erről egy álláspont, aztán elmondom, mi a világ legnagyobb ökörsége, amit most már megmernek csinálni emberekkel, úgyhogy nem avatkozik közbe senki. Hát, hogyha van rá befogadó képesség, akkor ugye tudják csinálni. Ennyi a legnagyobb átverés, ez, hogy leveszik a rontást, szerencsepénzt küldenek 5000 forintért, és egyebek. Nem hiszek benne. Judit a fénylátó, Zsuzsa az auratisztító, Enikő a nem tudom, és milyen nevek vannak, nem? A pénzenergia mestere, Judit a pénzenergia mestere, hát a hidegráz. Hétköznapi név. Az a titok. Tudsz be azonosulni. Ott ül. Ugye? Nem tudom, hogy ki a hibás. Tudod, ez mindig egy örök kérdés, hogy aki felületet ad, vagy az, aki annyira hiszékeny, talán ez nehéz megmondani. Tehát van vevő a butasságra, és ezzel valaki él, hát a fene se tudja. Hát de miközben beül oda, mondjuk, nem tudom, Judit a fényjelő, vagy nem tudom, kicsoda. Hát ő ugye tudja, hogy ő nem fényjelő. Tehát mikor reggel föl kell, ugye, akkor ő tudja, hogy ő most nem fog fénytisztítást végezni az aura oldalán. De hány olyan énekes van, aki tudja magáról, hogy nem jó. Azt mégis csinálja. És mégis csinálja. Ugyanaz, hogy fölveszi a fizetését, be van jelentve, keresi, hogy hány olyan ember. Már megint hogy tudod nekem rosszul elsülni? Most ezt nem vesz, kétesen nem rád, ez nem vesz. Na de hogy van ez a műfaj, és ezt most azt gondolom sikerül csúcsra járatniuk. A következőt ígéri, nem tudom már, a nevet nem is akarom mondani, mert már annyit se érdemel. A következőt adja pénzért, sorsjegy energia. Nagyon jó. Mert akkor már úgy, tehát sorsjegy energiát veszel tőle, és úgy húzod ki a sorsjegyet, hogy nyersz. Tehát nem közvetlenbe adja a pénzt, mert mégiscsak az túl egyszerű lenne. Kapsz tőle sorsjegy energiát, ekkor te ezzel a sorsjegy energiával elbandukolsz sorsjegyet venni, azt lekaparod, és ott derül ki, hogy ez a sorsjegy energia mekkorát húzott rajtad. Aha. Mi a nyerési esély, micsoda? Nem tudom, hát gondolom tutira, hát az elsőn behúzod a jackpotot. Számomra ebben mindig az a szívszorító, hogy én egy kicsit szegény, leharcolt hangú, idősebb, hallott, hogy az élet nem volt vele mindig kegyes, nénikék telefonálnak, hogy aranyom, mondja már meg nekem, hogy a párom nagyon beteg, és egyébként én is így hallgatod, és úristen, tehát még nem is tudja, hogy egyébként ugye... 270 plusz áfával ketyeg a telefonszámlán. De ugyanakkor tudnia kell, szóval aki meg ebben hiszi, nem mondom, hogy csak az, aki ezt csinálja, az hibás, nem is gondolom, hogy hibás lenne, hát erre igény van. Mi? Értem. Tehát, hogy lehet, hogy reményt adni, azt úgy értem, meg egy kicsit egy beteg embernek reményt adni, hát, ha egy picit még felszívja magát, még ebben is egy százaléknyi valamit látok. De sorsjegy energiát árulni tévében. Tehát az mindennek az alja, gyerek. Tehát már, hát én vagyok az, aki ezekben nem hisz. Jó, hogy nem lottószámokat állok a másik oldalra azért, mert nem látod a sorsjegy energiát. Még lehet. Láttál már $1 milliárd, ugye? Ott van, tessék. Kevésbé hiszek a sorsjegy energiában, mint az $1 milliárd van egyben, de igen. Hát ennyi erővel akkor árulhatnak lottószámokat is, érted? Tehát betelefonálsz 270-re, bemondja neked a lottószámokat, megrakod. Mi van, bejön? Hát, aha, de mi van, igen. Ha nem? Aha, igen. Jó, hát rossz volt a gép, igen. Na mindegy, én ezt egy kicsikét, tehát ez a sorsjegy energia nekem az, ami kiverte. Mennyit költöttél erre? Megjött a telefonszámlát, kicsit zabos vagy mi? Igen, vagy 20 000-nél tartok eddig azt, hogy... Manóka kicsit hisz az ezoterikus dolgokban, az megjött a számla, mert otthon ül délelőtt, az 4 sorsjegy energiára betelefonált, aztán nem tudták kirakni, hogy hölgyem, menjen innen, értse már meg, már mindent elmondtuk, de még mondják meg nekem a sorsjegy energiára. Az a baj, megjött a 30-rongyos telefonszámla. Az a baj, a párom segíteni akart, és igen, reggeltől estig a sorsjegy energiát hívok, hogy ezt nem megy kaparni lentre a Mártika közértbe. Igen, nyilván mi így élünk, ezek vagyunk mi a párom. Nem baj, az jó, hogy vállalod, szép élet ez. Hát, abszolút. Ha bejön. Kicsim, most lottószám energiát kérde. Sok lett a telefonszám. Hát egy 50-es beleszaladt a sorsjegy energiába. De írják, hogy miért nem Józsihoz, az atlantiszi fényjáróhoz telefonálni. Neki vajon mi az élettörténete komoly? Nekem azt mondja meg valaki, Józsi az atlantiszi fényjáró, ő honnan jött, és mit csinált, és honnan van ekkora tudás birtokában? Az atlantiszi fényjáró. A teljes képzavar. De miért nem Atlantis, a fényjárás, a fényevés, tehát akkora képzavar, minden van ott, tudod, hallott 3 spirituális szót, és összerakta. Józsi az atlantiszi fényjáró, nagyon jó. A legnagyobb itt az lenne, hogyha tessék adni 4 level lóhere energia.
négy levelű lóher energia, és akkor azt kapod meg telefonon, hogy fogsz találni a egy következő réti sétánál lóherét, aztán az törölt szemet szállat, azt majd abból meg kijön. Mert akkor szerencsés vagy a négy. Ja, hajna. Tök jó. Mennyi egy hívás? 5000. Jó, hozzunk egy ítéletet. Azt gondolom, nyilván ez is egy árnyal dolog, mert az is hibás, aki hisz, aki hívja, az is hibás, aki adja. Nem egy ízlékes, csak egy ordasnagy baromság. Van ilyen, hogy a te hozzáállásod és a te energiád a pénzhez, és az nagyon sokat számít, hogy te mennyit keresel egyébként, hogy neked mi a megítélésed. Balázs. Szereted a pénzt, vagy nem szereted a pénzt, elfogadod a pénzt, vagy nem fogadod el a pénzt. Várjál, Ferit kérdezem. Feri, tehát, hogy van ilyen, ez nem ördögtől való. Feri, ugye nem jól hallom, hogy ezt merre kezdi elvezetni most a Balázs, a sors egy energiát. Ön betelefonál. Csak mondanám, itt vagyok. Tegyed le az ezres, mert idáig már megvan, 1000. Felkészült. A másodikat, most jön a tuti. Mondja a problémát, Tibor. Miért telefonál? Pénzenergia. Ő nem szereti a pénzt, Tibor. Vagy szereti a pénzt? Hadd segítsek. Én tudnék ilyet csinálni egyébként. Úr, hogy van összefüggés azért, de nem az, hogy Józsi Attila, az aura látó fényevő között az nem erre gondolok. Az Atlantis fényjáró. Mindegy, szerintem azért a sors egy energia eddig mindennek az alja, ezért gondoltam, hogy megemlítem, de mivel látom, merre fele vezeted a dolgot, azért az nem ítélet. Tudod, hogy nem vagyok nagyon szigorú. A legtöbbet mostanában megadtam. Fettes szintű csörbökés. Látod? Ezért kár volt ilyen korán felkelni. De megadom. Megadjuk, de csak hogy 10 után ne hívogasson. Hármast. Én nem is tudom, mióta nem kapta hármast. Ugye egészen kegyes döntés. Igen, mert a hármas egyébként a legjobb. Az igaz, akkor egyest. Tehát, hogy totális elítélés egyébként nem volt, és megsemmisítés a rovatodban. De teljes megadás, meg tudod, mit kéne csinálni, hogy kifekszek valahol az útra, valami átmegy egy furgon a bal lábamon, és hogy ez nem volt jó. Szerintem arra kapnék már hármast, szerintem nem? Próbált ki jövő kifekszek a vágyat, és menjen át egy furgon a bal lábamon, és akkor arra hátra kapok egy jogosat. Nem, ha hozol valóban olyat, ami nagyon jogos, azt azonnal megadom. De mert nem nincsenek előítéletek. Ez egy kettecske. Kettes. Jövő héten van egy húsba vágom. De miért nem azt mondod most? Hát, mert nem volt. A jövő hétre még nem biztos. Jövő hétre van egy húsba vágó. Gondolom, ilyen, most még, és mi lenne az, Tibi? Majd a jövő hétre. Várj, megkérdezem anyámat. Na, de nem azért húztam az időt, mert... Kicsit azt gondoltam, hogy megint fél tíz volt egy perc, hogy Józsival a tisztán látva, hogy minden jössz, és ezek szerint abba kell esetleg ennyi év után belefutnom, hogy nincs témád. Marára nincs. Oké, Tibi, legalább őszinte vagy. Ezt értékelem, jönnek a nap legjobb pillanataim. Egyébként belecsúsztánk, ezt egyszer megcsinálni, csak az, akkor csak annyi lesz, hogy kiraktok? Igen. Nagyon nagy. Nem, hát ha nem, mert múltkor sem jutottunk el egyébként a témáig, tehát is jó volt, mert magadhoz egészen nem várt módon egy egészen mélyen szántó és komoly beszélgetés volt. Megleptél ezzel, de hogy ott valami nagyon komolyban mentünk bele, és én szerettem, hogy kicsit komolyabban lehet veled beszélgetni. Volt komolyan, egyébként említettem neked, csak az most neked kicsit túl komoly volt. Most megint egy könnyedebb van, kérdezz rá, hogy van-e? Nincs. De van! Na, mit aztán? Hiánypótló szolgáltatás a neten, előtte egy picike fölmérés. Nálatok mennyire szívesen... hát könnyítetek magatokon nyilvános helyen, hogy parancsolj! Mennyire szívesen székeltek, könnyítetek magatokon. Ó, de jó! Hát tényleg könnyű kis téma. Figyelj, én amikor gyerekek, hazaértünk. Józsi a fénylátó után ki, hogy fekteti a pufajka belsőt a fajancba. Így van. Micsoda milyen szántó gondolatok lesznek. Egy kicsi kábelezés. Tibi, a nagyon kíváncsi vagy. Van két véglet. Van, aki szívesen bárhol, van a párom, aki meg akkor se, hogyha a kerületben vagyok, mert egy hercegnő nem. Tehát, hogy te melyik véglet vagy? Én gyűlölök például úgy pisilni ilyen nyilvános WC-ben, hogy állnak mellettem. Nekem nem jön, érted? Tehát mi a megoldás? Hazaviszed. Prostatamasszázs. Igen, csak nincs, aki ott adja. Vagy saját magadnak. Megkéred a melletted állat, hogy ne arra, hogy egy kicsit dolgozz már meg. De szívesen nyilvános helyet így tudtok, vagy másnál? Hát mi esetünk talán egy kicsit másabb azért abból a szempontból, nem? Hogy beáll egy ismeretlen ember, a kevésbé stílusú. Hello, Balázs! Azért hozzám szóltak át, hogy nagyon tetszett a tegnapi műsor. Egyébként mondd meg a Ferinek, hogy igen, és egyébként a Janinak üzenem, és mondom, tesó, én mindent értek. Dumáljuk már megint, csak hadd, nem tudok, abba hagytam, aztán tudod. És akkor még a végén kezet akar fogni. Az abszolút az a legjobb, nagyon megvan. És én mondom, figyelj, kövezd meg, ne haragudj. Kint, nagyon szívesen csak pisiltünk, nem, most ezt ne haragudj, nem. De nem miatt, és kicsit csak még meg miatt is sértődik, nekem volt olyan konkrét, hogy álltam a piszoár mellett, beáll, átnéz, lenéz, majd megörül, láttam, hogy felcsinál a szemem, és visszanéz. Te itt? Hát, mondom, mi is szoktunk. Kutya fáját, hát mégse perenkázhatom be magam. Majd vidáman elkezdtünk megbeszélni a reggeli műsor történetét, mert éppen valami nagyon megosztott témánk volt, és egyébként mond meg a Ferenc, és egyébként mond meg a Janinak, nagy egy ötöst. Mondja nekem.
Már ilyen nagyon, nagyon zavarban, nagyon szenvedek, mondom, ne haragudj, hát kint nagyon szélesen, de mondom, ezt most azért legalább egy gyors kézmosást eszközöljünk. Szóval szerintem a mi esetünk ebből a szempontból talán kicsit nehezebb, én inkább bemegyek, vagy megvárom, amíg szabad a de nem erre gondoltad, hogy egyáltalán nyilvános helyen szívesen, vagy mondjuk már van nem olyan dolog, amit már úgy szállítgatsz. A legtöbb ember azért inkább szállító lesz. Tehát egy Jason Statham lesz. Egy szállító leszel inkább. Én megmondom őszintén, hogy én nekem a csodámra járnak, én nem tudom. Tehát hogy a veszélyérzet szikrája nélkül, hogy én bárhol. Tehát nem tudom, valahogy én úgy szocializálottam, hogy engem abszolút nem zavar, de rengeteg embert borzasztó, és erre jött egy hiánypótló alkalmazás most a neten végre, azok kedvéért, akik nem tűrik az ilyen nyilvános helyeket, be lehet regisztrálni fotóval a saját kis vécédet, mosdódat, és aki a környéken jár, az szépen látja egy GPS koordináta szerint, hogy ott milyen tisztaságú, milyen komfortú. Bocsánat, de fölmegyek hozzád. Úgy néz ki a szolgáltatás, hogy beregisztrálod, lefotózod, tehát látod, hogy az milyen tiszta, milyen kulturáltságúnak van egy ára, és azt mobilon kifizeted előre, majd csöngetsz, hogy én akkor megérkeztem. Így van, kapsz egy visszaigazolást, és akkor mész, és így tehát vad idegen embereket engedsz be a lakásodba, azért, hogy ott végezzék el a dolgokat, és te pedig válogathatsz felhasználóként, hogy kihez akarsz fölmenni, milyen WC az, ami az igényednek megfelel. Hát nem nagyszerű. De, az, hogy én beengedjem, az feltétlenül, hogy én felmehessek? Tehát én akkor mehetek fel, be vagyok regisztrálva, és felengedem? Így van. Vagy ha én nem engedem fel, de menni akarok, akkor én igénybe vehetem, vagy engem elküldenek, hogy te se engedsz fel, akkor hozzá se engedsz. Nem ilyen sem. Igen, ez a Cserekaka applikáció. Nyilván nem, hanem ez arról szól, hogy vannak, tehát ugyanígy, mint a szállásadás, vagy mint az ilyen fuvar, izékben, hogy itt most végre beregisztrálhatod a mosdódat, és azok, akik visszajognak a nyilvános helyektől, azok meglátogathatnak. Jó, de mi nem akarjuk beregisztrálni, de használhatjuk a többit. Igen. Aha, ezt fizetni kell, érte? Tehát, hogy te mikor rád jön az inger, akkor te fölmész az oldalra, kiperkálod a nem tudom 300 forint per nem tudom dekagramot, vagy nem tudom, hogy van kilóra. Eurót adsz, vagy egy euró, egy pisi. Igen. Így van, hát figyelj, a következő helyzet, azt gondolom erről, hogy meg fog szaporodni megint, hogyha a komoly részét nézzük, azon dolgokat, akik majd azt nézik, hogy na jó van itt, akkor ide érdemes bemenni, mert még a fajansz is aranyból van, nem? Nem félsz egy ilyentől? Most ki, akárki bejön hozzád, és akkor használja a WC-t. Nálunk. Meg mennyibe kerül? 300 forint? 500 forint? 500 annyira azért szerintem nem vagy válogatja. 500 forintot elkérsz, és hozzád bejárnak, és összeszedsz egy nap 10 000-et, hogy mindenki után takarítasz. Azért ez érdekes dolog. Maga az applikáció nem rossz, hogy föl tudsz menni, de hát ott azért van egy ember, hallja, beköszönsz, jöttél budira, tehát az egész azért nagyon fura. Csinálja csak aranyom, addig én itt takarítok, és közben beporszívózik a lábadnál. Hát, milyen extrák vannak? Ugye milyen extrákat tudsz nyújtani? Lehet, hogy egyébként bizonyos extrákért többet tudsz elkérni. Tehát, ha van betéve mondjuk rejtvény, amivel én például nagyon el tudom ütni az időt. Tehát van betéve mondjuk egy ilyen félig megfejtett rejtvény, ami lehet így tovább. Aha, de ő szólhat neked például 10 perc után, hogy kasza úr, most már jöjjön ki. Vagy? Igen, mit csinál maga a WC-be? Bemész egy nagyon jó WC-be, kifizeted a 300 forintot. Nem, mész. Várjál, bemész, ja. És leülsz, elkezdesz rejtvényt fejteni, és elrohan az idő. Ő meddig hagyhatja, hogy te ott üljél a 300 forintjáért? Na? Hát nem hiszem, hogy lehet időlimit, hát érted azért. Én ott nekiesek egy ilyen pajtás rejtvénynek, hát az ott benn vagyok egy 35-40 percig. Te ez a beköltözős típus vagy egyébként, igen? Miről beszélsz? Hogy eltűnsz egy ilyen fél napra, hát hogy én édesem elmentem, igen? Hát azt figyelj, van olyan, hogy hogy olyankor mi rendesen úgy megöleljük egymást, hogy tudja, hogy egész délelőtt nem lát. Hát, sose értettem. Tehát nekem ez egy Marianna árok, egy teljesen egy ismeretlen terület. Tehát én is értem, hogy itt órákat üldögél az ember. Tehát én bele tudok kezdeni online játékba, ilyen csapatos játékba ott, és addig, amíg ott le nem vadásszuk a 6-6 tankot ott együtt, addig én ott bennülök. Konkrétan volt olyan, hogy nem bírta fölállni, mert úgy elgémberedtek a lábaim, hogy valahogy előre így lebucskáztam a vécéről, és arcon csúsztam ki. Mert nem bírtam magam. Elmacskásodtál picit, az megvan. Tehát nem ez a száz tű, hogy kicsit zsibog a lábat, hanem konkrétan nem bírtam magam megemelni, mert belehajszoltam magam egy ilyen online csatába, és konkrétan arccal előre billentem le a retyóról, mert úgy tudtam a dologról lejönni. Tehát ugye abszurd ez vagyok. Na mi van még extra a WC-ben, amit te például föl tudsz ajánlani? Van rejtvény bent? Jó zene? Egy jó rádió? Hát az ugye elnyomni a zajokat, ugye? Igen. Egy jó rádió, az például az mindenképpen jó. Illetve hát vannak ezek, ugye milyen fedés van, egy kicsit, mondjuk egy plüssülőke. Azt nagyon szeretnék egy plüssülőkét, az hát nagyon hasznos. Tehát azért nagyon sokat fizetnék, hogy rájöjjek egy ilyen halvány rózsaszín melegített plüssülőkére. Mert
A japánoknál van ilyen, hogy már minden nyilvános WC-n, a metró ülések is fűtöttek, illetve az összes tehát WC már a lakásokban mindenhol már ugye fűthetőek a deszkák, csak hogy még kényelmesebb legyen egyébként. Tehát meleg vizet vagy áramot vezetnek az ülésbe, az milyen, nem? Az összes. Hát nálunk a WC már így készül. Szegeden otthon az volt, még emlékszem elég sokáig, hogy konkrétan a WC ajtón ott egy ilyen dombornyomott Samantha Fox naptár volt, ami domború volt. Tehát konkrétan nem tudom, miért volt domború, tehát hogy még kicsit el tudtál rajta. Édesanyád, vagy édesapád választottak. Hagyjuk ezt, vagy inkább tiltesodnak. Képzeld el a szituációt, tehát felmész valahol, hogy jó napot kívánok, jöttem. Igen. Igen. Uram, hát akkor fáradjon be. Te kinyitod az ajtót, elveszed előre tőle a két eurót, három eurót, bemész a nappaliba, és hallod, hogy valaki bent ordít a recsom, mert mondjuk... Szarul! Bemész, csatatér van, érted Isten, a 200 eurót, vagy a 2 eurót arra költött, hogy kitakarítsál utána, tehát ez egy totális nonsens. De hát gondolj bele, egyébként nem teljesen baromság, hát amikor kiadod a lakásodat, akkor is használják azt, ez egy rövid, egy ilyen rövid bérlet. Rövid kiadás. 5 perc, fél, most egy 10 rongyot megcsinálsz belőle egy nap, azért ma te... Hát azért ahhoz kell forgalom, hogy ilyen hát, 300 forintjával számolsz. Nyilván, hát hogyha olyan étterem mellé költözöl, ahol azért kicsikét ugye... Ez megint a betörőknek lesz jó egyébként, nem? Tehát felmennek, szegény, kiadod a lakásodat jó iszeműen, hogy bérbúdiba három percet annyira kipakolnak, nem? Bemutatkozó, ha belépsz. Jó napot kívánok, Kassa Tibor, ők jöttem. Hát az a baj, én bemutatkozok, akkor bekamerázza. Mi van perverz? Bekamerázza a budit, érted? Hát figyelj! Azért nem szeretnéd magad viszont látni a 444-en, hogy az iskola kukoricát nem is ettem, kukoricát az iskoláját nem is, de elküldik a linket, azért az nagyon meleg, nem? Egyébként a full paranoia, amúgy is benne van az ember nyilván a PC-ben. Mindegy, én hozzáteszem, hogy én ezt hiánypótló alkalmazásnak látom, ha bárki szad a szőlőhegyen, elmagányosodik, és nem tudod mit kezdeni magával. Én azért már 15 volt... és 30 év közötti fel. Igen, nagyon dekoratív nő, az jöjjön hozzá. 18-22 bérbudisztatást vállalok. Hát én azért láttam a bátyámat úgy megszorulva, csak most, hogy ez egy pillanatra elmenjünk a dologba, amikor konkrétan így szemezgetett minden egyes ilyen kirakott nyilvános szemetessel, hogy azt gondolom, hogy mindannyiunknak lenne sztori, nekem 3-6, tudom, hogy nem holnap Blikföl címen lapon jönne le, hogy figyelj, olyan sztorit mesélnék, hogy sírnál egyébként. Figyelj, tehát amikor kocsival megállsz, és csak annyit lát a párod, hogy kiugrasz az ülésről, és rohansz, tudod. Szörnyű dolgok történnek, és mindezt valahol X helyen nem folytatom, de hát tudnék mesélni, csak én már arra gondolok, hogy mi lesz ebbe holnap. Mivel a bátyám nem közszereplő, tehát hogy a következő volt, hogy nem, tehát én azért láttam szegény bátyámat egy ilyen reménytelen kidüllett szemmel rohanni egy lépcsőházba, ahol egyszer csak meglátott egy szemetes, és azt mondta, hogy hát így alakult. Tehát amikor az van, hogy már a liftet nem tudod megvárni, és akkor azért az, hogy csöngetsz, és akkor ott egy ilyen szorult helyzetben... Ez az emberiségre vonatkozó kollektív életérzés, tehát azért ezt mindenki tudja, hogy ez miről szól, igen. Van az a típus, amikor most vagy bejutsz egy budira, vagy véged van. És ki a szemét, aki ilyenkor elkezd alkudozni? Mennyit szánsz rá kisöreg? 5-10! Ami nálam van! Ja, hamar meg olyankor odaadnál. Diák igazolvány, étkezési jegyek, igen, mobiltelefon, pénztárca, mindent el tudsz venni. Akkor az egy ilyen 3 rublik, vagy 3 izéb rolni, Erzsébet utalványról megér. Van az az állapot, amikor tényleg, ha használják, vedd le a kabátod, leveszed és odaadod neki. A mobiltelefon, parancsolját! Jó, szerintem az alkalmazás hiánypótló, minél többen regisztráljanak rá, én előre megyek, ebben szad a szőlőhegyen, hogyha bárkinek ilyen jellegű problémája van, és szívesen látom, az ajtóm nyitva áll. Tibi, meg kell, hogy dicsérek, hihetetlenül mélyen szántó. Nagyon szívesen. Hihetetlenül mélyen szántó, és hihetetlenül. Olyan témát hoztam, mélyen szántó témát hoztam. Mindenkit érintő témát hoztam? Kinyitottam a dolgot? Igen, jó, ennyi, és hamarosan érkezem kutyusommal, Réz Andrással, akit akkor pedig itt együtt nevelgetünk, jó? Nem, te neveled, mi néha vigyázunk rá. Mutass némi könyörületet az állatvilág iránt, ne vegyél vizslát. Mops, angol buldog, francia buldog. Annak a kutyának olyan dolga lesz, hogy irigylésre méltó. Figyelj, az a jó barátok összes évadát úgy fogja tudni kívülről. Oda bújik mellém, megnyalogatja az arcomat reggel. Látok egy ilyen 120 kilós, nagyon elhízott, végtag betegségben már lezüllött magyar vizslát, tudod, én járni nem tud annyira kövér. Viszont nagyon szereti a vanília fajtlajtot. Majd meglátjátok, majd meglátjátok. És te is, ahogy változol a kutyával, már alig vár. Majd meglátjátok. Na jó van. Tibi, félre kérdezem. Jogos-e a taps, a sikoly? Jogos a taps, a sikoly. 3-4-10 lesz pontosan 2 perc, majd jövünk mindjárt a nap legjobb pillanataival.
3:10 van, pontosan szép reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk Sopronban, szakad a hó, írta valaki. Aztán, igen, de valószínűleg félrement, vagy nem nekünk akarta, vagy nem igaz. A 4-es úton a 73-as kilométernél pénzbehajtók tanyáznak az áldozataikra várva. Kaptuk ezt is SMS-ben, köszönjük szépen. Gyenesdiáson a Kossuth utcában Vonyarc-Vashegy felé mérnek. Mindenki vigyázzon. És azt nézem, hogy van még valami, de ezek a legfrissebbek. Mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel. Érdekes témát boncolgattunk, ugye 8 után arról beszélgettünk, hogy önző-e az, aki nem vállal a gyermeket, mert hogy a pápa azt mondta, hogy igenis önzőség, ha valaki nem vállal a gyereket, tessék gyereket vállalni. Mindenki elmondta a saját véleményét, illetve megszólaltattuk Zsút, aki 40 éves, és elmondta, hogy ő nem szeretne gyereket, és elmondta az érveit, hogy ő miért nem. Bátor, ha ezt egy nő így felvállalja. Nagyon megosztotta ez a téma hallgatóinkat. És kapott is SMS-ben, de ezt nem olvassuk el neki. Igen, kapott ő is, kaptunk mi is. Mindenki kicsit máshogy látja. Érdekes téma volt. Valamint ugye érkezik Vlagyimirovics Putyin, és arról beszélgettünk Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértőnkkel, hogy tulajdonképpen kik kísérik, kik jönnek, mi a testőrök feladata, mit hoznak egy ekkora teherszállító, valami ugye néhány nappal ezelőtt leszállt Ferihegyen, és elhozta a Putyin delegáció páncélautójától kezdve az utolsó abroszik szinte mindent. Tehát egy repülő előörse jött meg Putyinnak néhány nappal ezelőtt. És Péter nagyon sok érdekes részletet elmondott nekünk, hogy hát azért mennyien vigyáznak Putyinra, és hogy mekkora ember ő. Ja, olyan világba láttunk bele, szerintem, ami mindenkit igen érdekel. És hát kiderült néhány napja, hogy a világ egyik leggazdagabb emberéről van szó. Egy finom 200 milliárd dolláros kis magán vagyonnak elfogadatlan. Igen, ezekről beszélgettünk ma reggel, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 5 perc múlva pontosan 10 óra. Csabi, álló, jó reggel. Jó reggel, szevasztok. Az jut eszembe, hogyha mondjuk felülne ez a Putyin Igor, nem tudom, Nazarenko, vagy bármilyen néven civilben egy turista járatra, és senki nem tudná, hogy jön, mert nem jelentené be előre. Észrevennék? Mondjuk rakna fel egy napszemüveget, meg egy baseball sapit, vagy egy ábajuszt. Valószínűleg a biztonsági szolgálata nem engedné, mert hogy különösen veszélyesnek tartaná. Beülne egy Opel Corzába, egy ilyen 20 évesbe. Senki nem venné észre, hogy itt végig szágul. Pont a hercegi pár jött egyébként talán bizniszen Amerikából, amikor az Obamánál voltak, és simán nem, hát tehát polgári repülőjárattal jöttek, ugye nyilván nem a, a turista osztályon, bizniszen jöttek, de hogy simán felszálltak, és senki hozzájuk nem nyúlt, lefotózták őket, hogy ott vannak, Katalin nagyon csinos volt, valószínűleg nem vennék észre. Nem vennék észre. De az a felvetés is jó volt, amit mondtatok reggel, hogy hát miért nem üzen neki Messengeren, vagy Viberen. Skipen fölhívja, igen. Érdekes dolgokat mondott, azért nagyon érdekes világ ez. Hívjuk a naphallgatóját. Ha mondja, hogy morning show, akkor tövé az ajándékcsomag. Igen, tessék. Hello, jó reggelt. Csabi, Feri, Balázs, Morning Show, hello, ciao. Morning Show. Az, igen, de igen. Még egy tapsot is adok neked, de hát egy kicsit késre jött. Nem írtad alá, hogy hívnak, hello. Nem írtam alá, Zoli vagyok. Hello, Zoli. Szellemes volt a közlekedési hír, amit küldtél nekünk. Csak igen, én küldtem. Mikor küldted? Mert egy órája kb. És elfelejtetted, hogy hívunk, vagy nem számítottál rá? Nem, belefeledkeztem. Nagyon rögtünk a kedvesemmel ezen a matricás dolgon, úgyhogy ez elvonta a figyelmet. Ez van. Ja, hogy megvette a matricát. A megye matricát, igen. Nagyon szellemes volt, amit írtál, annyit írtál. Közlekedési ír, 2. Moszkva, ma jól járható. Igen, hát most tulajdonképpen mindenki itt van. Igen, szellemes volt, úgyhogy hát ajándékcsomagot sajnos nem tudunk adni, nem mondtad, hogy Morning Show, Zoli, de a naphallgatója kitüntető címét azért egész nap viselhetett, lettél az. Ha ez vigasztal. Teljesen jó, hogy... Hol hallgatsz minket? Rákospalota. Jól van, küldjük neked a mit, nem, a mindig, semmit. Mindig akarok valamit adni, de nincs. Igen, nincs. A boldog ölelést így messziből. Köszi, Zoli, ciao. Hello. Csabikám, remek zenék? Tudom, hogy te mindig azt várod, hogy valami régi, általad jól ismert előadónak hozok egy új dalát. Hónapok óta nem várom már sem. Nekem küldetésem van, hogy megismertesselek a mai fiatal sztárokkal. Mit hoztál? Mesélj. The Eleanor. A kutyafája, de hiányzott már. Nekem mondta tegnap reggel a Balázs, Evanert úgy meg. Nem, mert ezek a francia DJ-k ugye Bob Sinclairrel indult, aztán jött a David Guetta. És hogy eltűnt a Bob Sinclair egyébként? Hát igen, de hát helyette meg itt van The Evanor, ő is Franciaországból jön, és a Phoebe Kildare és a The Short Strews nevű zenekarnak, meg előadónak, hölgynek a dalát dolgozta át tulajdonképpen, hát ugyanúgy ilyen Phoebe Kildare énekel. És az a cím, hogy Fade Out Lines. Ez szerintem egy zseniális
Csavikám, ha te ajánlod, mi meghallgatjuk. Nektek, jó? Csak értesz nektek. Hozzá? Jó vagy ebben? Ajánlod akkor? Mi ezt meghallgatjuk? Ezt szerettem volna hallani. 555-55-00, ez Csavi telefonszáma, itt tudtok tőle dalt kérni, mi pedig jövünk holnap 6 órakor. Szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.